Létezik ez a több mint száz éves elgondolás, miszerint a Nyugat hanyatlóba van. A Nyugat elérkezett Alkonyához, és a keleti birodalmak vannak felemelkedőben. Ugye ez a nyugat Alkonya mém egy nagyon fontos gondolattá vált a nyugat és a keleti világban is, mind politikailag, mind kulturálisan. De valahogy sosincsen kibontva az, hogy mit is értünk nyugati kultúra alatt, mi ez a nyugati világrend. Mi miatt recseg, ropog ez a rendszer, mitől érkeztünk el az alkonyához, és ezután mi az, ami fel fogja ezt váltani. Ezért is tartok érdekesnek minden olyan könyvet, minden olyan eszét vagy tanulmányt, ami ezzel foglalkozik, mert kíváncsi vagyok az egész érvelésre, ami a gondolatmenet mögött meghúzódik. Ilyen hosszú tanulmány, illetve érvelés, ugye az eredeti nyugat alkonya gondolat szerzője, Oswald Spendler kétkötetes hosszú tanulmánya is, amiből kiindult ez az egész mítosz, vagy jövendőlés, vagy történeti tanulmány, ezt mindenki eldöntheti. Magyarországon erről igazából nem folyik diskurzus, van ez a kijelentés, hogy a nyugat hanyatlik és kész, ezt így bemondásra mindenki fogadja el, Innentől kezdve pedig szükség van egy keleti nyitásra, ami meg kell, hogy határozza a nemzet stratégiai politikát. Ami diskurzus, vagy hát inkább propagandisztikus kijelentések erről folynak, az viszont egy nagyon alacsony színvonalú, meglehetősen antiintellektuális beszédstílusnak tartom, és ezért is üdítő, ha talál az ember egy valódi intellektust a konzervatív jobboldalról, aki ezt alá tudja támasztani a saját maga érveivel. Ilyen gondolkodónak tartom Békés Márton, jobboldali konzervatív történészt, akinek egy hetek interjúját fogom megvizsgálni, és a kommentár folyóiratban megjelentetett világrendszerváltás című eszéjéről vagy tanulmányáról fogok beszélni. Nevezzük eszének. És miért tartom fontosnak azt, hogy erről szó legyen? Nos, azért, mert az egész nemzeti együttműködés rendszere, az egész Orbáni filozófia erre a mémre, erre a mítoszra épül, hogy a nyugat hanyatlóba van, ezért nekünk kelet felé kell nyitnunk, kelet felé kell tendálnunk, és ott kell új szövetségeseket keresni, mert ez az unipoláris világrend felbomlóba van, és egy több pólusú, multipoláris világrend van kialakulóba, és ebben nekünk úgy kell helyezkednünk, hogy az a jövőben stratégiai szempontból előnyös legyen Magyarország számára. Na de ki is ez a békés Márton? Úgy gondolom, hogy Békés Márton személyében végre egy valódi akadémikus emberrel találkozhatunk, aki jobboldali konzervatív értékeket val, nem úgy, mint a többi esetben, ahol azt látjuk, hogy igazából párt közeli propagandistákat ültetnek be bizonyos akadémikus pozíciókba, azért, hogy ott is a megfelelő NER érdekeket és NER ideológiát közvetítsék. Békés Mártonnak önállóan megszerzett tudása van, azt gondolom, a saját maga jogán érte el azt a műveltségi szintet, ahol áll, és nagyon érdekes megvizsgálni, hogy mit is ír, és mit is gondol erről az egész témáról. Az interneten szabadon elérhető egyébként Békés Mártonnak a doktori diszertációja, amibe érdemes beleolvasni. Ha csak belelapozgat az ember, nagy vonalakban azt lehet mondani, hogy az amerikai konzervatív ideológiáról írja ezt a doktori diszertációját Békés Márton, és azt lehet róla mondani, hogy a csávó elképesztően művelt, és mindenkit olvasott a témában, akit érdemes. Carl Schmitttől elkezdve Francis Fukuyaman keresztül, Oswald Spenglert, de történetfilozófiai mélységekben is teljesen tájékozott és művelt Békés Márton, Nietzsche, Hegel, bárkit lehet mondani, a csávó valószínűleg olvasta. És ezért nagyon érdekes, hogy egy olyan figura, mint Békés Márton, aki valós saját maga által megszerzett akadémiai tudással van felvértezve, mit gondol ebben a témában a nyugat hanyatlásáról és az új világrend kialakulásáról. Nagyon-nagyon érdekes maga az eszé, nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy Békés Mártonnak mik az érvei amellett, hogy felbomlóban van a nyugati világrend, és mi lehet a helyén. Mi alakulhat ki a helyén? Nagyon nehéz nyelvezete van ennek az eszének, de ha az ember ezen túlteszi magát, és kibogózza a sorok közti mondanivalót, akkor nagyon-nagyon érdekes gondolatok tudnak belőle kivilágozni, és talán rá is lehet mutatni ennek a visszásságaira, illetve a hiányosságaira és ennek az eszéje kapcsán hívták be a hetek stúdiójába, ahol ezt nagyvonalakban egy interjú során is elmondja. Én ugrálni fogok az interjú és az eszé között, mivel ez az interjú egy fogyaszthatóbb módja annak, hogy miről is beszél Békés Márton, az eszé viszont ezt ideológiailag megtámogatja. A komoly érvek és a történeti, illetve ideológiai eszmefuttatás ebben a tanulmányban lesz lefektetve. Na nézzük, mi is az a nyugati világrend, Miért van bomlóban, illetve hanyatlóban, és mi lehet a helyén, illetve ki irányíthatja ezt az új világrendet a jövőben. Hetek. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. Ez Jó napot, Morvai Péter. És mai vendégünk Békés Márton, történész, politológus, a 21. Történész század politológus. Így van. igazgatója, a terrorházak kutatási igazgatója és a kommentár főszerkesztője. Nagyon köszönöm, hogy itt van. Én meg. köszönöm, hogy jöhettem és meghívtál. Magyar szemle, nyugat, napkelet, ismerősek, és, és aztán persze mondtad a, a tiszatájat, volt beszélő, volt és van a mai napig hitel folyóirat. Életemben nem hallottam ezeket. Kicsit meglassultak ezek a, a folyóiratok. A baloldali liberális folyóirat kultúra, ami létezett és nagyon erős volt, és senkinek nem javaslom azért a... a hogy hogy ezeket is mondjam, a kárőrvendő hangnem használatát komoly értelmiségi tudástermelés történt, még ha én magam annak a politikai konzekvenciáival nem értek egyet, de ami jár, az jár. Azért volt a holmi, volt a kritika, szebb napokat megélt a 2000 és a... A mozgóvilág volt Magyar Letra Internacionale, és még lehetne sorolni jó, a ezeket sem beszélő, hogy ki ne hagyjuk. Csak az és aztán persze az a másik az oldalon, jó. hogy így most ez nagyon lecsupaszított, és picit rossz ízű, hogy a másik oldal, de ott volt, a, ott volt a hitel, vagy éppen a havi magyar fórum, a folyóiratok körében történt egy politikai és egy generációváltás is. Az Én biztos. ezt gyakran nevezem kulturális értelemben korszakváltásnak. Ez szerintem egy konzervatív korszakváltást jelentett, ami társadalmi politikai, vagy politikai és társadalmi értelemben nem véletlenül esett egybe a 2010-es választásra. Tehát a politika meg a. Na, ez nagyon érdekes, amit mond, itt Békés Márton. Azt mondja, hogy itt volt egy társadalmi és kulturális. Ideológiai váltás, ami azt jelenti, hogy a liberális értékek felől kezdett a társadalom eltolódni a konzervatív értékek felé, és ennek eredményeképpen 2010-ben volt a nagy fülkeforradalom, a nagy kormányváltás, amikor kétharmadot kapott a Fidesz, és ezzel gyakorlatilag a politikába is becsatornázódott ez a konzervatív eszmei fellángolás, ami átvette a teret a liberális értékektől. Nos, én nem egészen így látom. Én azt látom, hogy itt a Fidesznek volt egy földindulásszerű győzelme 2010-ben, aminek hatására fölülről mesterségesen kezdte el ezt a folyamatot, elkezdte átformálni a jogrendszert, majd elfoglalni az intézményeket és a média birodalmát is kiépíteni, ami által mindenhová ezeket a konzervatív értékeket be ültette, mind a médiába, mind az intézményrendszerekbe. Saját káderekkel, saját propagandistákkal, stb. stb. Ez nem egy alulról jövő folyamat volt, ami a társadalom mély rétegeiből felszivárgott a politikai változás szintjére, hanem történt egy politikai változás, a politikai garnitúra lecserélődött, és ezzel felülről irányítva politikai aktorok megváltoztatták, illetve próbálják megváltoztatni a politikai irányultságát a társadalmunknak. Most a tételesen megvizsgáljuk, ahogyan itt Békés Márton is kezdte, hogy hány liberális és hány konzervatív folyóirat van, hogy hány liberális értékeket valló televízió csatorna van, és hány konzervatív értékeket valló televízió csatorna van, illetve hány liberális gondolkodó van ma Magyarországon, és mennyi konzervatív, akkor lehet, hogy kijön egy 50-50 százalékos -50 arány, nagyjából kiegyenlítettnek tűnik a terep, lehet ezt úgy csűrni, csavarni, hogy egyfajta egyensúly jön ki, de ahogy itt Békés Márton is mondja, azért egyfajta konzervatív túlsúly kezdett kialakulni. Az már más kérdés, hogy mennyi ember követi ezeket a konzervatív fórumokat, ezeket a folyóiratokat, médiumokat, gondolkodókat, és megint más kérdés, talán a legfontosabb, hogy ezek mennyire piaci alapon működnek. Egyrészt, hogy kerültek be ezek a konzervatív gondolkodók a megfelelő pozícióba, intézményekbe, stb., és hogy piaci alapon van-e nekik létjogosultságuk, hogy ott legyenek. Ez egy hosszabb kifejtést igényelne, de azért mindannyian tudjuk, hogy a megafonnak, a Pesti Srácok tévének és a hasonló médiumoknak, illetve folyóiratoknak azért meglehetősen kevés létjogosultsága van, ha azt nézzük, hogy piaci alapon ez hogy tudna fennmaradni. Ehhez állami pénzekre van szükség, és ezért mondom azt, hogy ezek nem. Alulról szivárogtak be a társadalomba, hanem felülről irányítva és pénzelve finanszírozva tudnak fennmaradni a mai napig is. Tehát a politika meg a szellem az, az gyakran párhuzamosan járni, a kicsit elszakadnak egymástól, de olyan DNS láncként azért össze-össze kapcsolódnak. Abba bízom, szép hogy kép. a kommentár folyóirat, ami még egyszer nagyon és nem aktuál politikai lap, de hát nem is elefánt toronyba készül negyedéves periodicitással. Na ez érdekes, amit itt mond Békés Márton, hogy nem aktuál politikáról szól, ezt nagyon hangsúlyozza az interjú során, és nem elefántcsontoronyban készül. Nos, majd az eszé megvizsgálása után mindenki eldöntheti, hogy igaza van-e ebben Békés Mártonnak, és miért hangoztatja az interjú során többször is, hogy ez nem aktuál politika, és nem elefántcsontoronyban szocializálódott emberek által és embereknek készül. Talán a mostani nekem az az érzésem, hogy nemzeti vagy konzervatív korszaknak tud nem az átlós hajója, pláne nem a politikai szócsöve, de alakító, kifejező fóruma lenni. Igen, ha beleolvas valaki ebbe a kommentár folyóiratba, egyébként valami hasonló megállapításra juthat, de mindenképpen az aktuál politikai irányultságnak egyfajta ideológiai alátámasztásának érzem ezt a folyóiratot. Igazából egyféle hang van benne megtestesítve, azért lehet látni, hogy milyen kör Közeli emberek írnak ebbe a folyóiratba, és azt is lehet érzékelni, hogy ez nem a széles közönségeknek készült, semmiféle közérthetőségre nem törekszik, és piaci alapon is nagyon nehezen tudna megélni. De mindenképpen érdemes megvizsgálni és beleolvasni. Mindenképpen teljesebb lett veletek a. Paletta, lehet. és egyébként a talán még is lehet Körében is, akik szeretnének a dolgok és folyamatoknak a mélyébe Na, én szeretnék. perspektívájába látni. Ezért Itt a kommentárban te... jelent meg, ha már a korszakváltást említetted, az a tanulmány, de amelynek a címe a világrendszer váltása, több világrend igen forgatókönyve. Térjünk rá a lényegre. És erről szeretnék néhány dolgot megkérdezni. Ennek a tanulmánynak a bevezetője, vagy mottójaként egy Hegel idézetet választottál, ami úgy szólt, hogy a mi időnk a születésnek és az új korszakra való átmenetnek az ideje. És erről az teszem, hogy valójában minden korszak... Melyik minde... nem az, ugye? Melyik kor nem. Pontosan ez, hogy minden generáció saját korát, a maga korát tekinti különlegesnek és sorsfordítónak. Ingen. Érthetően, mert ebben, ebben élünk ezt ezt ismerjük. Nem csalóka esetleg így nézni a történelmet? Egy ö, látványosan és láthatóan elhúzódó háborúnak talán csak az első szakaszában uh -huh. vagyunk változik a, a világrend, és itt nem csak Kína változik felemelkedés, a az igen. Egyesült Államok és az általa vezetett kollektív nyugat, vagy, vagy transatlanti világ, vagy a nyugati világ, bármelyik szót is alkalmazzuk, hogy ennek a, a világnak a, a hegemóniája azért repedezik, látjuk uh, Dél-Kelet-Ázsia mozgolódását, uh -huh. Afrika, Latin Amerika, az uh -huh. arab világ. Igen mozgását egészen olyan pontokig, hogy új szövetségi rendszerek épülnek. Az orosz-ukrán háború kapcsán egyáltalán nem olyan egyértelmű Oroszország megítélése a világ nyugaton kívüli részébe, mint amilyen egyértelmű az a, a nyugat, nyugat hoztartozó országok körében. Na ez így premisszának nagyon érdekes, amit mond Békés Márton, azt, hogy a nyugati világ repedezik, ugye ez a világrend felbomlóba van, és keleten mozgolódnak ö, Ázsiában az erők, illetve a közel-keleten, Afrikában, Latin-Amerikában, és ugye Oroszországnak nem olyan egyszerű és könnyen lefesthető a megítélése, mint ami ennek ezt a nyugati világ és az Egyesült Államok ugye leírja. Ezt állítja Békés Márton mindjárt az elején, hogy ő sokkal árnyaltabban látja Oroszország szerepét ebben az egész háborúban, és ugye a világ rendszerben is azt látja, hogy mindenhol mozgolódnak az erők, mivel a nyugati szövetségi rendszer és a nyugati eszmerendszer ugye felbomlóban van. Ez egy nagyon érdekes állítás, nézzük meg, hogy mivel támasztja alá ezt Békés Márton a média zajba, de mi is tudjuk, hogy pontosan mi történik, és aztán jönnek olyan hírek, amikor pontosan tudjuk, hogy mi történik, Kína közvetítésével a síta Irán, és a, a fundamentalista szunnita Szaúd-Arábia, a térség két egymásra fenekedő, Mét egymásra proxi, -Szíriában, proxi háborút viselő országa, Kína közvetítésével, nem úgy kibékül egymással, de Visszaállítja, restaurálja a diplomáciai képviseletet. Ez... Hát azért ez erős túlzás inkább ezt egy ilyen meg nem támadási szerződésnek lehet betudni. Az, hogy ők szövetségre lépnének, vagy restaurálnak bármiféle diplomáciai kapcsolatot, az azért erős kijelentés, mondjuk úgy, hogy egyenlőre lépéseket és diplomáciai gesztusokat tesznek egymás irányába. Ami kétség kívül egy hatalmas dolog, ezt 5-10 éve nehéz lett volna elképzelni ott a közel-keleten, hogy Irán valakivel meg tud állapodni ilyen dolgokról. Ezek most apróságoknak tűnnek, a szöveg mégis az én részemről arról szól, hogy változik a világrendje, szerkezetileg is, meg eszmeileg is olyan, elemek uh -huh. kerülnek a, a, világ körforgásába, amik valamilyen új világrendet ígérnek. Oké. Okay. Nagyon megragadott engem a tanulmányodban az az, hogy mindezek a változó törésvonalak és, és folyamatok, amiket itt fölvázoltál az imént, ezeket beleépíted egy nagyobb képbe. Uh -huh. Elindulsz kb. 200 évvel ezelőtt. Igen. És 1815-től építed föl, hogy hogyan jutottunk Bécsi el ugye? mostanáig. És ez ugye Pont azért egy nagy segítség, mert kicsit kiemel bennünket ebből a saját generációnknak, meg a saját azon belül még szűkebb napi híreinknek uh -huh, a igen, világából. Igen. Ha így röviden bemutatná azt, hogy hogyan változott a világ, és miért, miért pont attól a 19. század első évtizedétől változott meg úgy a világ, amiből eljutottunk itt a 21. század elejéig még mielőtt hagynám Békés Mártont válaszolni a kérdésre, csak nagy elmondom, hogy Békés Márton ebben a Világrendszerváltás című esszéjében. Három évszázadra bontja az aktuális történelmi, politikai és ideológiai folyamatokat, ahol száz éves időintervallumra osztja ezeket a periódusokat. Az első periódust a Napóleoni háborúkat lezáró Bécsi kongresszustól, vagyis 1815-től indítja, és egészen az első világháború kirobbanásáig 1914-ig datálja. Utána jön a második periódus, amit ugye az első világháborútól tart egészen Donald Trump megválasztásáig, 2016-ig. És az egész eszé arra fut ki, hogy innen, ugye Donald Trump megválasztásától, 2016-tól indul az új világrend, ugye az elkövetkezendő száz évre, itt a harmadik periódusban. Azt mondom, hogyha a világrendről beszélünk, és világrendet azt tényleg nagyon röviden csak definiálnám, no. világrend alatt azt értem, amikor egy adott történeti korszakban az államok közötti kapcsolatrendszer, tehát mondjuk nagyon röviden a nemzetközi törvények, és a, abban az adott korszakban érezhető, tapintható, a legtöbbekre ható és érvényesülő gondolat vagy kultúra, Hegel-le szólva Zeitgeist, ugye, korszellem, az zeitgeist. egységre talál. Ezt Igen. nevezem világrendnek. Tehát okay. a, a világrendje. Két nagy világrend volt, és jön egy harmadik nagy világrend. Ezt állítom röviden. Uh -huh. Mindegyiknek száz évet adok. Ez már egy kritikára méltó hegeliánus uh -huh. dolog, ugye? Okay. Kicsit uh, talán lehannikus, de hát ez egy, ez egy eszé. Igen. És azt mondom, hogy az első száz év az a Napóleon, követően Napóleon bukása után alakult ki, és egészen az első világháborúig tartott. Hát számoljuk ki, 1815 Bécsi kongresszus, és 1914 kitör a, Igen, az első világháború koncert év. év. És ebben, a, ebben az időszakban, az első világháború végétől, Egészen Donald Trump korszakáig, talán túlzás érájáig, adminisztrációjáig tartott a második száz év. Tényleg. Ez 1919, amikor ugye a verszályi szerződést aláírják, és aztán körülötte még van több békeszerződés, szerződés, egészen 1923-ig szövegkezgetik őket, ennek a része Trianon is. Tehát mondjuk az első út követő évektől egészen 2016-ig, amikor két nagy jelentőségű dolog történik, Brexit népszavazás és Trump megválasztása. Igen. Ez a második száz év, ugye ismét szintén okay, egy ez a második közel száz, száz év, éves, igen. körülbelül vagy pont száz éves időszakról van szó, amikor a Európán kívüli nagyhatalmak kezdik el meghatározni a világrendjét. És mi ez a két nagyhatalom? egyszerre emelkednek fel 1917-ben, az egyik, 17 áprilisában egészen pont, és az egyik, az Európán kívüli mindkettő, az egyik egy ilyen távol nyugat, ez a ez az Egyesült Államok, ugye Woodrow Wilson belép a első világháborúba, 17 áprilisában, a másik meg ilyen Európához, vagy centrumhoz képest távol keleti birodalom, Lenin és az áprilisi tézisek, és aztán Szovjet Oroszország, majd a kommunizmus. Miután az első világháborúba Európa gazdaságilag, geopolitikailag, demográfiailag, kulturálisan, anyagilag tönkreveri önmagát sajnos, felemelkedik a perifériáján két nagy hatalom, Annyiért különleges ez a két nagyhatalom a Egyesült Államok meg a Szovjetoroszország, a Szovjetunió, mert mind a kettő egyet, egyetemes küldetéssel lép a világtörténelemnek a, világ a porondjára nagyon leegyszerűsítem, most erre nem vagyok büszke. A, az egyik a szabadság, a másik az egyenlőségnek a, a totalizálását ígéri. Egy ideig nem történik köztük semmi, sőt egy ideig szövetségesek, második világháború alatt, aztán a második világháború után a, egy 40-50 éves korszakot ők határoznak meg, hát ez a hidegháború, annak a végeztével egyetlen egy... Egyetemes küldetés maradhat talpon. De hát tudjuk, hogy nem a Szovjetunió marad maradt talpon. talpon, köszönhetően Ronald Reagannek a hadseregfejlesztésnek és éppként az amerikanizálásnak, a kulturális innovációnak, hanem az Egyesült Államok maradt talpon, és az Egyesült Államok megkezdi azt a 25 éves projektet, amiről beszéltem, hogy a második századot Amerika századává tegye. Szerintem ez a kísérlet folyt, jó darabig folyt, országok nevei juthatnak eszünkbe. Be, amelyeken keresztül ez folyt, de nem sikerült. Na jó, itt akkor nem akartam eddig belepofázni, hagytam, hogy Békés Márton így felvázolja nagyjából azt, amit gondol erről az egészről, és akkor most itt fejteném ki az első kritikámat. Abban egyet tudok érteni Békés Mártonnal, hogy valóban az első világháború előtt több pólusú volt ez az uralkodó rendszer, a nyugati világ, több nagyhatalma uralkodott egyszerre, nem volt egy meghatározó hatalom, amely egy világrendszert tudott volna működtetni. De pont ebből adódóan, hogy nincs egy vezéregyéniség, nincs egy valaki, aki meghatározza az irányvonalat, a többiek pedig partnerségbe vannak ezzel az egy unipoláris világrendet alkotó erővel, ezért alakulhatott ki az első világháború, amelynek egy meghosszabbodása volt a második világháború gyakorlatilag. Én nem csupán a liberális eszmét és a kommunizmust állítanám egymással szembe, hanem azt mondanám, hogy volt a 20. században három erős ideológia, amely versengett azért, hogy vezető ideológiává tudjon előlépni. Ez ugye volt egyrészt a nemzeti szocialista köntösbe öltöztetett fasizmus, a marxista-leninista köntösbe öltöztetett kommunizmus és a liberális demokrácia, ugye? Először ugye a liberális ideológia szövetséget kötött a kommunizmus ideológiájával azért, hogy a fasizmust legyőzze. Majd, amikor a második világháborúban elbukott a fasizmus, akkor a hidegháború keretei között egymásnak feszült ugye a liberális demokrácia és a kommunizmus, majd egy hosszú kivéreztetés során 1991-ben elbukott a létező szocializmus, megbukott a kommunista eszme, és a liberális demokrácia vette át a helyét a világrendben, azon felül, hogy már addig is egy nagyon komoly szerepet töltött be a liberális demokrácia, de így további ternyerést követhetett el. Ekkor írta meg ugye Fukuyama a híres dolgozatát a történelem végéről és az utolsó emberről, ami nagyjából arról szól, hogy győzött a liberális demokrácia, a történelem előrefelé halad, és innentől kezdve már csak idő kérdése, hogy a liberális demokrácia hogy terjed el a világon minden országba. Nos, ezt sokan félreértették, ezt a filozófiai eszmefuttatását. futtatását. Én ma is érvényesnek tartom, de egy meglehetősen optimista szenárióban reménykedett, és reménykedik a mai napig is Fukuyama. Erről nagyon érdekes beszélni, de úgy gondolom, hogy Robert Kagannek, amerikai politológusnak, az érvelése sokkal érvényesebb. Aki azt mondja, hogy a liberális demokrácia az nem magától értetődő, nem egy természetes történelmi folyamatnak a végeredménye, amely azt mondja, hogy minden előrefelé halad a fejlődés és a prosperitás irányába, hanem azt mondja, hogy a liberális demokrácia az egy küzdelmi folyamat, aminek folyamatosan küzdeni kell az autoritár, diktatórikus, elnyomó rendszerek ellen, de olyan értékekkel van felruházva ez a liberális demokrácia eszme, hogy könnyebben veszi fel a versenyt ezekkel az autoritár diktatórikus rendszerekkel, viszont ez egy folyamatos küzdelem. Robert Kégen ezt a küzdelmet úgy fogalmazza meg, hogy a dzsungel visszanő. És a liberális demokrácia élén az amerikai Egyesült Államokkal az a kertész, aki az elbúrjánzó dzsungelt mindig visszavágja. Ez egy nagyon imperialista gondolkodás, lehet elsőre, de ha filozófiailag belegondol az ember, és végig végigfuttatja ezt a gondolatmenetet a történelmen és a jelenlegi világfolyamatokon, akkor ebbe azért sok igazság van, és ebbe is érdemes belegondolni, hogy a liberális demokrácia az egy folyamatos küzdési folyamat, amelyet kihívnak mindig más-más eszmék, láthatjuk, Ma is, a 21. század elején, ugye az illiberális autokráciák kihívják, különböző fundamentalista diktatúrák, vagy marxista-leninista diktatúrák. De erről még később szó lesz. És bezárva a, az egész gondolatmenetet, Donald Trump megválasztásától mostanában látható események, igen, orosz ukrán háború, Kína felemelkedés, ennek biztosan a része, egy köztes korszakban vagyunk, az Egyesült Államok hegemó, világhegemóniának, unipoláris pillanatnak, egypólusú világrendnek, liberális nemzetközi berendezkedésnek. Ez mind mi globalizáció általunk ismert modellének tulajdonképpen vége. Hú, az erős nem jelentés. Nem Az, ami jön. Nem Szerintem a harmadik az. század jön, és a harmadik század nem európai lesz, nem poszteurópai lesz, hanem egyetemes lesz. Nem egy pólus lesz, nem két pólus lesz, hanem multipoláris Multipolús. lesz, sok pólusú lesz, nem tűnnek el a nemzetállamok nagy terekbe fognak ezek szerveződni, és ezek a nagy terek lesznek azok, amik a világ bizonyos részeit én azt gondolom, hogy civilizációs alapon uralni fogják. Oké, ez egy nagyon erős kijelentés. Nézzünk bele Békés Mártonnak az eszéjébe, hogy hogy is vázolja fel ezt ebben az akadémikus munkába, és hogy is vizionálja ezt az egészet, illetve mik azok, ami miatt egyébként már tulajdonképpen felbomlott ez a nyugati unipoláris világrend. Én folyamatosan erre keresem a magyarázatot és az érveket, hogy mi az a rend, ami felbomlik éppen, hogyan bomlik fel, mik ennek a jelei, miért bomlik fel, és mi jön majd létre a helyén. Az a helyzet, hogy ezekben az érvelésekben sokszor kihagyják az első két lépést, és csak arról vizionálnak a jövőbe tekintve, hogy mi lesz itt a helyén. Nem tudjuk, hogy mi az, ami volt itt, Miért bomlott fel, csak mindig a harmadik folyamatról van szó? De nézzünk bele, Békés Márton eszéjébe. Ugye így néz ki a kommentár folyóirat, amelyben ez a világrendszerváltás címmel megjelent tanulmánya Békés Mártonnak 2022 végén jelent meg. Alcíme a többpólusú világrend forgatókönyve, és akkor itt van a Hegel idézet, amit már hallhattunk ebben az interjúban. A mi időnk a születésnek és egy új korszakra való átmenetnek ideje. És ezt, ahogy már megemlítették korábban, valószínűleg minden gondolkodó így gondolja a saját koráról, hogy ez az a korszak, amiben nagy változások mennek végbe, és itt történnek az igazán fontos történelmi események. Nézzük. Itt mindjárt az első oldalon Békés Márton elkezdi fejtegetni, hogy mitől is bomlik fel ez a nyugati rendszer, ez a nyugati unipoláris világrend. Nézzük meg, hogy mire gondol. A történelem végének illúziója legkorábban 2001-ben szerte foszlott, de legkésőbb a 2000-es évek középső harmadára. Az afganisztáni és az iraki demokrácia export homokba fúlása és a spekulatív pénzügyi rendszer megingása révén mindenki számára világosság kellett, hogy váljék. Ha nem így történt, akkor viszont a 2010-es évek második felének a válság jelenségei, migrációs krízis, populista hullám, Brexit biztosan ráébreszthettek arra, hogy a globális rend minden eresztékében recseg, ropog. A 2020-as éveket a koronavírus járvány nyitotta meg, amelynek folyamányai között ott találjuk a határok lezárását, az ellátási láncok szakadozását, a szabad kereskedelem felfüggesztését, aztán következett az Egyesült Államok éppen 20 évig tartó afganisztáni kalandjának csúfos kudarca. 2021. augusztusában végül felvirrat 2022. február 24. napja. Az Oroszországi Föderáció ukrajnai különleges katonai hadműveletének elindításával. Ha 1806. október 13-án a szellem fenomenológiájának letisztázása közepette hegel, a Jénába bevonuló Napóleonban pillantotta meg a világszellemet, aki itt egy pontra koncentrálva lóháton átfogja a világot és uralkodik fölötte. Akkor 2020-22 között egy sor olyan esemény következett be, amelyek kellően mediatizálódva bízvást szignáljai lehetnek a Weltgeist újabb manifestációjának. Kövekkel eltorlaszolt határátkelők, csapatszállító helikopter landolása a kabuli amerikai követség tetején, orosz harckocsi oszlop Kiev elővárosában. Nos, nagyon érdekes, amit itt Békés Márton ír. Itt ugye a szerző egyből azzal kezdi, hogy recseg, ropog ez a világrend, ami Amerika által unipolárisan működtetve van, és hoz egy sor példát, hogy migrációs krízis, populista hullám, Brexit, stb. hogy ezek miatt ezek a jelei annak, hogy itt felbomlóban van a rendszer, és én ezt elképesztően lusta és elképesztően rossz érvelésnek tartom, hogy ezzel kezd mindjárt egy eszét. Először is én visszaszeretnék lépni egy nagyon nagy lépést, és meg szeretném nevezni azt a világrendet, amit egyáltalán itt kritizál Békés Márton. Szerintem ez nagyon fontos. Itt ugye kritikával illet valami olyasmit, amit meg sem nevezett, kisincs fejt, vagy miről beszél egyáltalán, hanem erre az Oswald Spengleri mítoszra épít, amit ugye mindenki tud, mindenkival, hogy a nyugat hanyatlik, a nyugatnak már elérkezett az alkonya, gyakorlatilag száz éve, és ezt így mindenki bemondásra fogadja el. Nos, én semmit nem vagyok hajlandó bemondásra elfogadni, nekem bele kell nézni a tényekbe, meg hogy mire is van építve ez az egész gondolatmenet. Én egyébként elolvastam Oswald Spenglernek a nyugat alkonyát, ezt a kétkötetes, hihetetlen, hosszú, hihetetlenül részletes tanulmányát és okfejtését arról, hogy miért is hanyatlik a nyugat, amit egyébként 1920-ban írt meg, amikor nem, hogy hanyatlott a nyugat, de még nagyon messze volt attól, hogy a csúcsára érjen. Én ezt elolvastam, nagyon nehéz volt, nagyon sokszor kellett nekiállnom, és én szörnyűnek találom ezt a kétkötetes tanulmányt. Oswald Spenglernek a világ történelemről való tudása az valami elképesztően széles skálán mozog, gyakorlatilag ez a csávó egy lexikon. De ha legjobban kéne megfogalmaznom, hogy milyen is a nyugat alkonyát olvasni, olyan, mintha egy lexikon agyú skizofrénnek a random gondolatmeneteit olvasnánk. Nincs egy struktúra, amire felfűzni az érvelést, nincs egy jól végigkövethető követhető Gondolatmenete az egésznek csak össze-vissza dobálja fel ez a Lexikon adatbázis agy, a példákat mindenre, és egy ilyen teljesen véletlenszerű gondolatmenetre, mintha egy ilyen skizoidnak tényleg így dobálná fel a tudattalanja a gondolatokat, és mindenkinek el kéne ettől alélnia. Nos, nézzük meg, hogy mi is az a nyugati világrend, ami recseg, ropog és omladozóba van. Szerintem ezt nagyon fontos megnevezni. Békés Márton is hivatkozott itt már a Shanghai Együttműködési Szervezetre, aminek 2022. szeptemberében volt egy találkozója. Erről a szervezetről majd később még lesz szó, most viszont az a lényeges, hogy a magyarországi orosz nagykövet, Jevgenyi Stanislavov mit is mondott ezután a találkozó után, és hogy is látja nagyvonalakban azt, hogy milyen világfolyamatok fognak történni, mivel ennek a budapesti orosz nagykövetnek a gondolatai tökéletesen reprezentálják ezt a nyugat bukása eszményt, ezt az orosz történeti perspektívát, és azt, hogy mindenki, aki ebben a liberális világrendnek az összeomlásában érdekelt, hogy is gondolkodik, és mit is mond. Azt mondta ez a nagykövet, és mindenki, aki ezt, az unipoláris világrend felbomlását vallja, azt mondja, hogy ez az egyporusú világrend gyakorlatilag csak az Egyesült Államok érdekeit képviseli, ennek vége van, és egy több világrendszer fog létrejönni, ahol a nemzetek szuverenitása lesz innentől kezdve az előtérben. Nagyon fontos, hogy amikor szuverenitásról beszélnek az emberek, mire is gondolnak. És amikor illiberális vagy autokrata rendszerek szuverenitásról beszélnek, akkor mindig gyanakodjunk arra, hogy a saját a vezetői szuverenitásáról beszélnek éppen. És ezt csomagolják be abba, hogy a nemzet szuverenitása és az országoknak a függetlenedése a nagyon fontos a külföldi érdekektől. Ez valójában a legtöbb esetben úgy gondolom csak arról szól, hogy a külső kontrollok alól és a külső gátló tényezők, illetve szabályzó rendszerek alól akarnak ők függetlenedni. Ezt jelenti nekik a szuverenitás. Azt mondta a budapesti orosz nagykövet, hogy nem egyetlen állam lesz a meghatározó, és ő szabja meg ezt az egyensúlyi rendszert, hanem az összes benne résztvevő ország egyensúlyi helyzetét a közös érdekek fogják kialakítani. Nos, ez a többpólusú világrendszer már azt vetíti elő, hogy ez nem egy spontán folyamatnak a végeredménye lesz, hanem hogy aktívan ide be kell avatkozni, meg kell dönteni ezt a rendszert, hogy aztán ennek a romjain létrehozhassuk, vagy létrehozhassák, akik ezt létre akarják hozni, ezt a világrendszert. Nagyon fontos kijelentések ezek, és értelmezni kell pontosan, hogy mit is jelent ez. Úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy akik ezt hangoztatják, azok a második világháború után kialakult Euróatlanti szövetségre, épülő unipoláris világrend megbontásában az érdekeltek, és gyakorlatilag egy hadüzenetet küldenek e felé a világrend felé, hogy ennek a megbontásában érdekeltek, és erre való törekvéseket fognak véghez vinni. Most az eszét egy pillanatra félreteszem, de majd később még előveszem, mert több fontos dolgot is kiemeltem belőle. Csak ugye szeretném azt kiegészíteni, ami kimaradt az eszé elejéről, hogy mi is ez a világrend, és miért van felbomlóban. Aztán majd megvizsgálhatjuk Békés Mártont, hogy mit is mond erre, kik lépnek a helyébe, és milyen módon. Tehát én úgy gondolom, hogy a 2022-ben kirobbanó orosz-ukrán háború tekinthető egy hadüzenetnek nem csupán Ukrajna felé, hanem a jelenlegi világrendünk irányába is. Ez egyfajta hadüzenet és rombolási szándék annak az Euroatlanti Szövetségre épülő liberális demokráciára, amely a második világháború után kiépült a világban. Ezzel szemben létrejöttek a megfelelő intézmények, mint például ez a Sánkhái Együttműködési Szövetkezet is, vagy szervezet és a BRICS is ilyennek mondható, és további együttműködések is. Amelyet ugye tolmácsolt a budapesti orosz nagykövet is, Békés Márton is ebbe az eszébe egyébként, és még sokan mások, gyakorlatilag a magyar kormánynak is ez a bevet doktrinájához tartozik, és a propagandistái is lépten nyomon ezt hangoztatják. Kritizálják minden módon a nyugati liberális demokráciát, egyébként teljes joggal, lehet kritizálni, és kell is, de valahogy azt érzem, hogy a bukását várják, és a keleti típusú berendezkedések felé nyitnak lépten nyomon. Ez már sokkal inkább problematikus az én részemről. Ami még ezen felül érdekes, az, hogy február 4-én az orosz és a kínai vezető már egyfajta közös állásfoglalást is megjelentetett, amelyben az új jövőbe tekintő nemzetközi kapcsolatokról szólnak és nyilatkoznak, meghatároznak már egyfajta jövőbeli tervet. Ennek szintén az az alaptétele, hogy a globális kormányzási struktúra átalakulóban van az eddigi egypólusúról, a jövőbe lévő több pólusú világrendszerre. És akkor itt idéznék egy gondolatmenetet az előbb már említett Robert Kegen, amerikai politológustól. Ő az alábbi írja: Mit jelentene a nemzetközi rend szempontjából, ha Amerika hatalma hanyatlásnak indulna? A válasz attól függ, miféle hatalmi elrendeződés követni, legnagyobb eséllyel az Egyesült Államok gyengülését. Valószínűleg egyetlen hatalom sem lenne képes egyedüli szuperhatalomként Amerika helyébe lépni. Több mint 2000 év alatt csupán kétszer volt példa egy pólusú világrendre. Igen, erre a római birodalom volt képes az első évezred első felében és a 20. században az amerikai Egyesült Államok. Ez volt ugye a Pax Romana és a Pax Americana. Érdekes megfigyelni, hogy miféle folyamatokat zártak le ezek az unipoláris világrendeknek a kialakulásai. Róma esetében ugye azt lehet mondani, hogy egy ilyen katonai anarhiát, egy ilyen teljesen kaotikus európai történelmi korszakot zárt le az, hogy egyetlen uralkodó erő le tudta győzni mindezt a katonai anarhiát, és a helyébe egy relatív békét tudott elhozni azzal, hogy egyetlen hatalomként kiemelkedett, és olyan erőssé vált, hogy innentől kezdve senki nem merte kihívni ezt a hatalmat. Az Amerikai Egyesült Államok esetében ugyanezt történt. Ugye a két világháború megnyerése után olyan mértékű katonai, gazdasági és politikai tőkére tett szert az Egyesült Államok, és olyan erőssé vált, hogy ezen az Euró-Atlanti Szövetségen alapuló világrendet senki nem merte kihívni illetve egy viszonylag csendes kihívója volt a szovjetunió, amely ugye a hidegháború során nem tudta tartani a gazdasági lépést az egyesült államokkal, ezáltal a katonai lépést sem tudta tartani, így felbomlott 1991-ben, és teljesen egypólusúvá vált a világ. Nos az, hogy a második világháború után nem volt komoly katonai konfliktus Európában, az nem annak tudható be hogy lelkiismereti szempontokból senki nem volt erre hajlandó, hanem csupán arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok olyan katonai fölényt tudott kialakítani, hogy senki nem merte meglépni ezt a fajta nagyon-nagyon kockázatos húzást egy olyan globális erőviszonyi helyzetrendszer alakult ki, amelyben egy esetleges katonai konfliktus az Egyesült Államokkal egy nagyon-nagyon alacsony sikerrátával volt megvívható. Magyarul senki nem mert újat húzni az Egyesült Államokkal, vagy olyan országgal, akit az Egyesült Államok támogat. Stratégiailag megnézve ezt az egész helyzetet, ha nem alakult volna ki egy ilyen egypólusú nagyhatalom, akkor ugye a többpólusú nagyhatalmi világrendben, ugye ha egy hatalom tovább szeretne növekedni, területeket szeretne szerezni, akkor sokkal nagyobb az esélye egy többpólusú világrendben sikerrel járni, mint egy egypólusú világban, ahol ugye a hatalom egy nagy szereplőhöz van kötve. A több pólusú világrendszerben ugye a háború, az egy célra vezetőbb folyamat ahhoz, hogy egy ország egy vezető elérje az elég kitűzött terveket. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a második világháború óta ma Ukrajnában zajlik az az első olyan konfliktus Európában, amelyben egy atomhatalom megtámadott egy másik szuverén országot területszerzési céllal. Nagyon fontos itt kiemelni, hogy területszerzési célnal. Vagyis Oroszország az előbbi okfejtésem nyomán azt gondolhatja, hogy már nem létezik ez az egy nagyhatalom, amelyik leuralná az összes többi hatalmat, hanem ez a nagyhatalom hanyatlóban van, ezért a többiek nagyobb eséllyel tudnak fellépni katonailag és sikereket elérni ebben a világrendben tehát a kirobbantó fél, vagyis Oroszország megítélése szerint kiegyenlítettebb lett a hatalom eloszlása. De vajon ez valóban így van? Oroszország jól mérte fel a helyzetet? Kína jól méri fel a helyzetet? Tegyük fel, hogy a régi rend felbomlóban van. Fogadjuk el ezt a premiszát. De ha még így is van, akkor az automatikusan magával vonja az új rend kialakításának a lehetőségét? és az új rend kialakításának a képességét. Azokban az országokban, akik megkérdőjelezik ezt a rendet, nézzük meg a legfontosabb dolgot, ami úgy gondolom, hogy a mérleg ebben a liberális rend felbomlásának az ideájában. Ebben a gondolatmenetben, hogy a nyugat alkonyához érkeztünk, és ez a liberális rend gyakorlatilag recseg, ropog. Mi is ez a liberális rend? Ez az, amiről senki nem beszél, én viszont nagy valanakban szeretném ezt felvázolni. Ennek a liberális rendnek úgy gondolom három alappillére van. Ennek a pillérnek az első lába, az a rend fenntartásában érdekelt liberális demokráciáknak a koalíciója. Ez ugye a második világháború után hosszasan kialakult rendszer, vagyis azt lehet mondani, hogy alapvetően a NATO és az Európai Unió intézményrendszere. Ez az Euróatlanti Szövetségi Rendszer, amelynek ugye tagja Magyarország is félig meddig. Névlegesen ugye a tagja, de meglehetősen komoly kikacsintásokat tesz ebből kelet felé, amelyel sokszor felmondja ezt a szerződést. De erről majd később. Ennek a tartórendszernek a második eleme, a második tartópillére az az intézményi struktúra rendszer, amely a nemzetközi szervezeteken keresztül fenntartja ezt az egész unipoláris világrendet. Ide tartozik az ENSZ, a G7, a G8, a G20, a G77 szervezet, de ide tartozik még a BRICS rendszer is, stb. stb. Ide tartoznak a globális és regionális fejlesztési bankok, illetve ezeknek a programjai. Ez például a Világbank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, az ENSZ fejlesztési programjai, az OECD, és az ENSZ különböző régiókra felosztott és arra vonatkozó gazdasági bizottságai. A világrend harmadik pillére pedig a liberális demokráciának a normái. Az a keretrendszer, az az ideológiai rendszer, melyen belül ez működni tud. Ez a multilateralizmus, a megnemtámadás normája, a fegyverellenőrzési, illetve non-proliferációs szerződések és szervezetek, az USA kereskedelmi, illetve biztonsági szerződései, illetve szövetségesei. Ide tartoznak az átláthatósági, a bizalomépítési, illetve a többoldalú és kétoldalú rendezési szerződések, ide tartoznak azok a jogi alapvetések, amelyek megképzik az államok mozgásterét és a biztonságát védik. Ez lehet biztonságpolitika, környezetvédelem, terrorizmus elleni harc, jóléti intézkedések, de még a világörökségnek a megőrzése is ide tartozik. Most csak néhány példát mondtam. De ide sorolható az egészségügy, meg még megannyi más. Ebbe a kategóriába tartoznak a nemzetközi büntetőjogi szervezetek, a nemzetközi bíróságok, az UNESCO, a WHO, az Interpol, a nemzetközi környezetvédelmi szervezetek, de mondhatnánk a hív és észelleni programokat, stb. stb. gyakorlatilag végtelen ez a lista. És miért is soroltam fel ezeket az intézményrendszereket, illetve miért neveztem meg ezt a fajta három típusú pillért, amely tartja az egész rendszert. Na hát azért, hogy lássuk, hogy ez az egész világrendszer egy milyen komplex rendszer, ami gyakorlatilag minden intézményünket behálózza. És akkor még itt a kulturális dolgokról szót sem ejtettem, hogy az amerikai kultúra elsősorban mennyire befolyásolja a mai mindennapjainkat. Gondoljunk az amerikai filmekre, az amerikai zenékre, az amerikai szerzőkre, az amerikai irodalomra, az amerikai öltözködésre, az amerikai gasztronómiára mind-mind-mind szerves részét képezi az életünknek. De nem csak nekünk, már a keleti embereknek is, akár az oroszoknak is, akár a kínaiaknak is. És akkor, ha mindezt, a gyakorlatilag mindent behálózó, Komplex intézményrendszert, jogi alapot és koalíciós rendszert végigvesszük, és elgondoljuk, hogy mi mindenre van ez hatással, nevezzük meg azokat az országokat, amelyek ez alapján a nyugati, vagyis ehhez az unipoláris világrendhez tartoznak. Mivel sokszor csak úgy van értelmezve ez az unipoláris világrend, hogy van az Egyesült Államok, aki mindent irányít, minden befolyásol, és mindenki az ő csicskása, és gyakorlatilag, ha valamilyen gazdasági mutatóban nem a totális egyeduralkodó, vagy valami kulturális diszkrepanciát figyelhetünk meg az USA működésében, akkor ez az unipoláris rend kérdőjeleződik meg minden viszonylatában. Szerintem fontos megnevezni, hogy az export, import, illetve GDP vonatkozásában és az intézményrendszeri jogi, kulturális és koalíciós szövetségrendszerbeli összeköttetettségében mely országok is tartoznak ehhez az unipoláris rendszerhez. Van egy rendnevű intézmény, amely egy nagyon komplex mátrixon keresztül az export-import termékek alapján, különböző kilenc mátrixos indexek alapján, a segélyek összegét megfigyelve, a GDP-t megfigyelve, a kereskedelmi integráció szintjét és a globalizáció szintjét is mérlegre téve megállapítja, hogy melyek azok az országok, amelyek első és másodrendűen be vannak csatlakozva ebbe az unipoláris USA által irányított világrendbe. Ezeket szedtem össze régiók és kontinensenként amely az alábbi módon hangzik. Ugye van ez a vezető koalíció, mondhatjuk, melynek az első szintjébe bele tartozik, ugye az Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia és Peru. Ez ugye az amerikai kontinens. Menjünk Európába. Európában ugye az Egyesült Királyság tartozik ide, Franciaország, Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Ausztria, Svájc, Izland, Írország, Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország és Románia. Ha keletebbre megyünk, és az óceániai térséget nézzük, akkor ide tartozik Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland, Indonézia, Szingapúr, Malázia és Tájföld. Ha pedig az egyéb országokat nézzük, akik nagyon mélyen integrálva és beágyazódva vannak ebbe a világrendszerbe, akkor azt lehet mondani, hogy ide tartozik India, Dél-Afrika, Törökország, Szaudarábia és az Egyesült Arab Emírségek. Továbbá ennek az integrációnak van egy második szintje is, ahová a kevésbé integrált, de még mindig mélyen elkötelezett országok tartoznak. Ezek Algéria, Bulgária, Kosztarika, Horvátország, Egyiptom, Izrael, Kuwait, Észtország, Lettország, Litvánia, Marokkó, Nigéria, Katar, Tájván és Ukrajna. Tehát a mindenféle gazdasági, politikai globalizációs indexek során ezek az országok tartoznak bele nagyon szorosan, illetve kevésbé szorosan, de egyre inkább integrálódni akaróan ebbe a világrendbe. Ezek az országok együttesen a globális GDP 73%-át adják ki, és a védelmi kiadásoknak a 71%-át. Ez azért ugye egy meglehetősen nyomós és pregnáns többségnek tűnik ez alapján. Ez a világrend. Erre lehet azt mondani, hogy ez a jelenleg is, ugye az Amerikai Egyesült Államok által irányított liberális demokráciáknak a világrendje. Nyilván nem mindegyik liberális demokrácia volt ezek közül az országok közül, de mindegyik integrálódni szeretne ebbe a rendszerbe, vagy már integrálódott is. Nos, ez a világrend. Erre mondják azt, Oroszok, kínaiak, békés márton azt, hogy ez recseg, ropog. Oké, fogadjuk el, hogy ez a rendszer recseg, ropog, és össze fog omlani. Az Amerikai Egyesült Államok el fog bukni. Oké, fogadjuk el. Ki fog a helyébe lépni? Ki fogja működtetni ezt a liberális demokráciát? Kína? Oroszország? India? Nyilvánvalóan ezt a liberális demokráciát, ha az Egyesült Államok elbukik, nem fogja tudni senki sem működtetni. Ennek a helyébe nem tud beülni egyik autokrata vagy diktatórikus állam sem. Itt csak is az lehet az alternatíva, hogy ezt az egész világrendszert fel kell égetni, el kell, hogy bukjon, és ennek a helyén valami újat felépíteni. Ugye ez a kínai és orosz stratégiai cél, ezt lehet mondani. Nos, mi lesz ez a világrend, és ki fogja irányítani? Mi az alternatíva, amit kínálnak ezek az országok? És itt kell visszatérnünk a Sánkhái együttműködési szervezethez. Vladimir Putyin ugyanis ezt a Sánkhái együttműködési szervezetet nevezte meg mint az új világrend helyébe lépő szerveződés. Legalábbis hogy ez képzi majd meg az egésznek az alapját. De nézzük meg, hogy kik tartoznak ebbe a szervezetbe, és mi is ennek a lényege. Ez a shanghai Együttműködési Szervezet 2001-ben jött létre Oroszország, Kína alapításával és további négy posztszovjet állam bevonásával. Kazaksztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán és Üzbegisztán volt a további négy alapítótag, majd később bekerült ebbe a szervezetbe még India, Pakisztán és Irán. Azt lehet mondani, hogy ők képzik meg ma ennek a sánkhai együttműködési szervezetnek az alapját. Továbbá megfigyelői státuszban van ennél a szervezetnél Afganisztán, Mongólia és Belarus. Vannak még kevésbé fontos párbeszéd tárgyaló partnerei is ennek a szövetségnek, ez Törökország, Azerbajdzsán, Örményország, Sri Lanka és Nepál. Ugye ezek már sokkal-sokkal kevésbé lényeges országok. A megfigyelői státusz sem kell túlságosan komolyan venni, ugye hogy a türk szövetségben benne van Magyarország, nem túl jelentős résztvevő, inkább csak egyfajta ideológiai elköteleződést mutat ez sajnálatos módon, ahogyan itt is a megfigyelő országok, illetve a párbeszéd partnerek is egyfajta ideológiai közeledést mutatnak de igazából itt a szövetséget ugye az alapító tagok és az azóta belépett tagok adják. Vagyis Oroszország, Kína, a négy poszt állam, amelyek igazából orosz és kínai függésben vannak, illetve a három azóta csatlakozott ország, Pakisztán, India és Irán. Ezek a fontos országok ebbe a szövetségbe. Erről a szövetségről azt lehet mondani, hogy a gazdasági potenciálja még nincs meg ahhoz, hogy átvegyék az irányító szerepet. Ezt ugye különböző kimutatásokban mindenki már prognosztizálja, hogy az USA hanyatlóban van, mert ugye gazdasági szereplőként előre lépett Kína. Ez így van, Kína rengeteget növekedett, és sokan azt is mondják, hogy 2050-re meg fogja előzni az Egyesült Államokat, de ezek a számítások nem veszik figyelembe azt, hogy miféle demográfiai krízis elé néz Kína. A józanabb becslések inkább azt mondják, ami számomra is elfogadható, hogy 2030-ra átmenetileg Kína átveszi a gazdasági irányító szerepet, majd a demográfiai csökkenésnek betudhatóan 2050-re el is fogja ezt nagyon gyorsan veszíteni, ezt a gazdasági elsőségét. Tehát ahhoz, hogy ma a világrendet Kína átvegye, ahhoz az Egyesült Államoknak nem eléggé nagymértékű a hanyatlása, és nem eléggé nagymértékű a kínai növekedés, illetve nincsenek meg mellette azok a támogató erők, amik megvoltak az Egyesült Államok esetében, ugye az Euróatlanti Szövetségben. Ez tehát szerintem az első probléma ebben az új világrend kialakításában, hogy még nincs meg az a gazdasági potenciál. Úgy gondolom, hogy meg lehetne a jövőbe, de most még egyáltalán nincs meg. A másik probléma viszont sokkal-sokkal nagyobb, mint az első. A második probléma az, hogy politikai és gazdasági kohézió, politikai és gazdasági együttműködés, politikai és gazdasági ideológiai közös platform ezek között az országok között. Egyszerűen elképzelhetetlen. Ennek semmiféle realitása nincsen. Úgy azt mondhatjuk, hogy négy igazából gazdasági és politikai nagyhatalom van ebben a játszmában, Kína, Oroszország, Irán és India. De ki az, aki elő tud lépni vezetőszerepbe, akinek az ideológiáját, politikáját és gazdasági modelljét el fogja fogadni a többi három. Ez ugye teljesen elképzelhetetlen. Ki fogja irányítani ezt a szövetséget? Az ateista, leninista, marxista diktatúra Kína? Vagy az ortodox, keresztény fundamentalista, autoriter rezsim Oroszország? Vagy a szintén vallási fundamentalista, iszlám teokrácia Irán? Netán az autoriter, hindu nacionalista India? Na ne röhögtessen már senki, hogy ezek közül az országok közül egyik elő tud lépni, és azt tudja mondani a másik háromnak, és esetlegesen majd a többi szövetségesnek is, hogy igenis, az én berendezkedésem lesz innentől kezdve a mérvadó, az én gazdasági rendszerem, az én ideológiám. Vagy oké, akkor beszéljünk a multipolaritásról, majd ezek a rendszerek úgy lesznek egymással a szövetségben, és úgy alkotnak politikai, Ideológiai és egy gazdasági rendszert, hogy teljesen tolerálni fogják a másik országnak a teológiai berendezkedését, a vallási fundamentalizmusát, adott esetben az ateizmusát, vagy a marxista-leninista gazdaságpolitikáját, vagy a félkapitalista berendezkedését, vagy a nacionalizmusát, vagy az ortodox kereszténységét, vagy a hinduizmusát, vagy az iszlám teokráciáját. Ezek majd így egymás mellett ilyen félbaráti, félellenséges, félszövetségesi, teljes szövetségesi viszonyban majd egymás mellett így multilaterálisan, multipolárisan irányítják a világot úgy, hogy tiszteletben tartják egymás nemzeti mi voltát és szuverenitását. Ezt így komolyan el tudja valaki gondolni? Ezeket a szövetségeket úgy lehet megnevezni, hogy az ellenségem ellensége a barátom. De onnantól kezdve, hogy az ellenségem már nem annyira az ellenségem, onnantól kezdve a mellettem álló barátom lesz az ellenségem. Egy angol kifejezés tök jól leírja ezt, hogy őket úgy lehet leírni egymás viszonylatában, hogy frenemiz. Friends és enemies, ugye? Rövid távon barátok, hosszú távon pedig ellenségek. A rövid távú taktikai gondolkodásba baráti viszonyt kell kialakítani ezeknek az országoknak egymással, a hosszú stratégiai gondolkodásban viszont ezek vetétársak és egymás ellenségei. Nézzük már meg, hogy miféle feszültség van Oroszország és Kína között, vagy Oroszország és India között, vagy Oroszország és Kazaksztán között. Vagy Oroszország és bármilyen posztszovjet ország között, vagy India és Kína között, vagy Pakisztán és India között, vagy Irán és bárki között. Ez teljesen nevetséges egy ilyen szövetség, hogy hosszú távon egyfajta világrendet tudna állítani a jelenlegi helyébe. És ha csak megnézzük, hogy a hidegháború vége óta, vagyis 1991 óta katonailag melyik ország mennyit költött, Ugye teljesen egyértelmű, hogy az amerikai Egyesült Államok még mindig messze-messze a legdominánsabb szereplő. A hidegháború óta az Egyesült Államok 19 billió dollárt költött csak katonaságra. Ezzel szemben Kína mindösszesen ugyanebben az időszakban 3 billió dollárt költött, és ha összeadjuk az amerikai Egyesült Államokon kívüli összes országnak az összes hadseregre fordított költségeit, akkor azt vesszük észre, hogy közel egyensúlyban vannak. Az Egyesült Államok csak egy kicsit költött kevesebbet, mint amennyit összességében az összes többi ország költött katonai költségekre. Elképesztő katonai fölényben van még most is az Egyesült Államok, láthatjuk ezt az orosz-ukrán háború kapcsán is, ahol csupán fegyverekkel szponzorálva az ukránokat, micsoda kvázi egyensúlyt tud létrehozni a nagy-nagy orosz katonasággal szemben. 2022. február 24-éig az egész világ azt hitte, hogy Oroszország a világ második legnagyobb katonai hatalma, a háború kirobbanása óta viszont mindenki tudja, hogy Oroszország az Ukrajnában lévő második legkomolyabb hadsereg csupán. Az általam nagyon nagy tiszteletben tartott Buda Péter, külpolitikai elemző, egy Telex cikkben összeszedi azokat a katonai aspektusokat, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy világrendet működtetni lehessen. Ezt szeretném tőle most idézni. Na így szól az idézet Buda Pétertől, Kínának nincs globális katonai hatósugara, mivel nem rendelkezik külföldi védelmi szerződésekkel, illetve csupán néhány külföldi katonai létesítmény áll rendelkezésére, melyek közül az első logisztikai bázis megnyitása csak néhány éve 2017-ben történt meg. Az amerikai hadseregnek ezzel szemben 41 országban 516 létesítménye van, és több mint 80 országban vannak bázisai. Kína két repülőgép hordozóval rendelkezik, az USA 11 el A kínai légierőnek 10 tanker repülőgépe van, több mint 1000 vadászgép ellátására, míg az amerikai légierő 625 tankerrel rendelkezik 1956 vadászgépre. Ezek a légierő globális jelenlétét meghatározó adatok ugyanis légi utántöltés nélkül és az ebből a szempontból szintén elenyésző számú kettő darab repülőgép hordozóval a kínai légierő egyszerűen nem képes nagyobb távolságú küldetések végrehajtására. A fentiek ellenére jelenleg sokan kész tényként kezelik, hogy egy új világrend épül, miközben csupán egyelőre a régi falai omladoznak. Igen, a falaknak az omladozását azért nem kéne összekeverni azzal, hogy lebomlottak a falak, és az egész rend, amit ezek a falak tartottak, teljesen megszűnt létezni, és lehet építeni az új rendszert. Úgy gondolom, hogy békés Márton és mindenki, aki ennek a világrendnek a felbomlásával számol és emellett érvel, elmulasztja felvázolni azt is, hogy mi ez a világrend. Úgy gondolom, hogy nagy vonalakba ezt sikerült felvázolnom, most már csak az a kérdéses, hogy miért bomladozik ez a rendszer. Ugye az, hogy azt mondjuk, hogy 2001, World Trade Center, Brexit, COVID, Trump, stb., ez azért elég gyenge érvelés, annak ellenére, hogy milyen nagy történelmi folyamatról is beszélünk tulajdonképpen. Na most ugorjunk vissza a Békés Mártonnak az interjújára, ahol ezt tovább ecseteli, hogy mi is ez a világrend felbomlása. Na ha már itt ugye Békés Márton és sokan mások ugye elfelejtették, vagy hát elmulasztották annak a megnevezését, hogy mi is a nyugati világrend, én ezt megtettem az előbb, nagy vonalakban persze, és mindenki gondolja el, hogy mi lenne az a világrend, ami nem a nyugati világrend, hanem Kína, Oroszország, India és Irán által kialakított új világrendszerváltás utáni új világrend. Ugye mi a világrend három alappillére? Az ezt megalakító koalíció. Vagyis szövetségi rendszer, az ezt megtámogató és működtető intézményrendszer, és ugye az ezeket megalkotó ideológiák és normáknak a rendszere. Ugye mindenki gondoljon bele, hogy mi lenne akkor, ha egy új világrendhez Oroszország adná a normákat, az intézményrendszereket és a szövetségi rendszer. Nézzük meg, hogy milyen szövetségi rendszere van Oroszországnak. Hát elég kevés szövetségese van, akik pedig vannak nem túl demokratikusak. Nézzük meg, hogy milyen jogrendszere van, igazságszolgáltatása, ellenőrző intézményei, és nézzük meg, hogy mindez milyen normákra épül. Nézzük meg ugyanezt Kína esetében. Kínának miféle szövetségesei vannak, miféle intézményei, miféle megfigyelő állama van, és miféle normarendszer szerint működik, miféle ideológia szerint, és akkor ugyanezt futtassuk le Indiával kapcsolatban, Iránnal kapcsolatban, a poszt államokkal kapcsolatban, stb. Mindazoknál futtassuk le ezt a gondolatkísérletet, akikről azt gondoljuk, hogy a jelenlegi világrend helyébe kellene, vagy fognak lépni. Mi az a mi az a nagy eszme, ami a 20. századot meghatározza. Mi, mi, az, a, mi az a, a szellemi, ideológiai, zeitgeist liberális demokrácia. is befolyásoló eszmet. Ez vagy az amerikanizmus, vagy a kommunizmus. Amerikanizmus, az mit jelent? Mi az, hogy amerikanizmus? Ez a 20. századot befolyásoló nagy ideológiai eszme, ez a liberalizmus, a liberális demokrácia. Mi az, hogy amerikanizmus? Mit jelent ez Békés Márton szerint? A 20. század első felében a kommunizmus, fasizmus, liberalizmus volt. Majd a fasizmus elbukása után egymásnak feszült a kommunizmus és a liberális eszmerendszer, és végignézhettük a kommunizmus hosszú haláltusáját, melynek végén ez is elbukott, és a liberalizmus maradt. Mi az, hogy amerikanizmus? Ez mit jelent Békés Márton szerint? Azt érzem, hogy itt mindenkinek az Amerika ellenes fóbiájára épít már békés. Már így Európáról leválasztja ezt a liberális demokráciát, amikor valahol eszmeileg, filozófiailag, és gyakorlatilag az európai telepesek formájában is ez lényegében és fundamentumát tekintve ez egy európai gondolat, ami az Egyesült Államokban, az Észak-Amerikai kontinensen tudott kialakulni. És úgy szivárgott ez vissza az Egyesült Államokból Európára. És ezt nem lehet teljesen leválasztani Európáról, hogy ez egy amerikai eszme, amerikanizmus, ilyen hülyességet, hogy lehet mondani. És akkor emellett van a kommunizmus, ami pedig... Lehet egyébként... Nem a... Európa. Tehát ezek megvalósítási területüket tekintve, nem európaiak. Az amerikanizmus, észak-amerikai kontinens, a kommunizmusnak az akkor népszerűség. Az személyt, is egy európai eszme, baszki. Persze, Európába találják Ú, ki Brüsszel, a marxizmus, sőt, sőt egyenesen Brüsszelben és Londonban találják Brüsszelben ki őket, és egy Londonban. Nyilván. Birodalmak fővárosaiban. Is de is ez nem. egy keleti eszmévé válik aztán. Ugye az elmúlt évtizedekben úgy tűnt, hogy a világ egypólusúvá válik, vagy válhat. Rég egypólusú, és azt kell megérteni, hogy mindannyian, akik liberális demokráciákban élünk, ennek az egypólusú világrendnek vagyunk a működtetői. Ez nem úgy működik, hogy az Európai Egyesült Államok a 300 millió emberével és az egyetlen egy elnökével ledominál mindenkit, és ők uralnak mindent, hanem ez egy szövetségi rendszer, egy globalizált kapcsolatokra épülő, Komplex világ, ahol mindenki, aki a szabad gazdaságot és az emberi jogi szabadságokat helyezi az előtérbe, az csatlakozik ehhez a szövetséghez. Itt szerintem valami nagyon félre van értve ezzel kapcsolatban, ami az amerikai fóbiára épít, ami egyébként jogos lehet, de szerintem sokkal inkább helyes lenne, ha Amerika kritikát folytatnánk, ha Amerika vezető szerepét megfelelő kritikával illetnénk, illetve ellenőrizni és ellensúlyozni lehetne egyfajta európai egységgel ezt az egészet. De ha valaki az Egyesült Államok ideológiai, és világrendszert alakító szerepét megkérdőjelezi, akkor a saját maga Emberjogi viszonylatát is megkérdőjelezi, mivel a liberális demokráciák azok, amik igyekszenek fenntartani ezeket az intézményrendszereket, ezeket a jogi védelmeket. Az, aki ezt lépte nyomon kritizálja, és a bukását szeretné látni, és kelet felé kacsint, Kína meg Oroszország felé, az csupán a saját maga pozícióit próbálja védeni, azzal, hogy ezek felé az autokrata vagy diktatórikus rendszerek felé közeledik nyilván egyéni érvényesülés jogán. Korunknak a, a, nagy makroszerkezeti, tehát a legnagyobb válságát az okozza, hogy a hanyatló amerikai birodalom elkezdte keresztezni a felemelkedő kínai birodalomnak az életciklusát. Nem tudom, hogy így van-e, egy szerintem azért egy termékeny elgondolás. Biz, állíthatjuk, hogy ez egy termékeny elgondolás, kérdés, hogy mennyi benne az igazság, de valójában az Amerikai Egyesült Államoknak ez a monopól, egyeduralkodó szerepe, ez meg lett kérdőjelezve, valóban egyfajta omladozásnak látszik a birodalom, és emellett pedig Kína határozottan emelkedőbe van, kérdés, hogy meddig, és kérdés, hogy milyen téren Önmagában az, hogy valami gazdaságilag növekszik, az még nem jelenti azt, hogy a világpolitikában is átvesz egy irányító szerepet. Attól, akinek egy közel 70 éve kiépített intézményi, jogi, normarendszerbeli és koalícióbeli, szövetsége van kiépítve, és egy világrendszer. Az, hogy valaki gazdaságilag felért ehhez a rendszerhez, az még nem jelent semmit igazából. Azon felül, hogy ő lett a második legnagyobb kereskedő ország a világon, vagy akár a jövőben az elsővé is válhat. Ahogy nézzük mondjuk a tendenciát, azzá válhat. Kérdés, hogy demográfiailag miféle hanyatlásnak fog neki kezdeni Kína. Mivel ez mindenképpen kihatással lesz annak gazdaságára is. De ha történelmileg és ideológiailag megnézzük Kínát, én nem tudom, hogy itt a nyugaton miért várják annyira, hogy Kína vegye át ezt a vezető szerepet, mivel egyrészt tudjuk, hogy Kína nem egy gyarmatosító birodalom, eléggé zárkózott, izolacionista politikát folytatott egész négyezer éves történelme során, nem akart gyarmatokat szerezni, nem akart külföldi háborúkat folytatni, ilyen szempontból. Xi Jinping mostani pártitkár egy meglehetősen unortodox politikát folytat azzal, hogy ha nem is gyarmatosít, és nem is új területeket akar megszerezni, de a régi, egykori kínai területeket, vagy legalábbis amit annak vél, az próbálja a mai kínai köztársaságba, kínai birodalomba visszaépíteni. Ilyen Nepál, ilyen Makau, ilyen Hongkong, ezeket már sikerült is beépítenie, és még Tájván van vissza, ami ezek közül mind közül a legfontosabb a tengeri átjárás és a kereskedelmi útvonalak irányítása szempontjából. Azt nem veszik figyelembe azok, akik annyira áhítják a kínai világrendnek az eljövetelét, hogy Kína vagy csupán kereskedelmi partnerként tekint a másikra, méghozzá alárendelt szereplőként tekint a másikra, vagy egyfajta gazdasági gyarmatként tekint a másikra. Ne gondoljuk azt, hogy egyenlő partneri viszonyt olyan nagyon könnyű kialakítani Kínával. Kína bizniszelni akar, és azt nagyon keményen csinálja. Azt nyilván látjuk, hogy az Egyesült Államok birodalmisága szakaszokra bontható. A kezdet tehát az észak-amerikai nemzetközösség megalapításától 1848-ig az Egyesült Államok a határain belül maradt. 1848-ban kilép... America first. 1898-ban elnézést, kilép a, a határai közül, és aztán Kubát elfoglalja, Fülöp-szigeteket. Elfoglalja, itt szerintem ez egy nagyon rossz megfogalmazás, kolonizálja, gyarmatosítja, demokrácia exportot visz, ezek mind-mind jó kifejezések, de hogy elfoglalja, ez pont egy nagyon rossz megnevezés, vagy egy összemosása az orosz agresszióval. Oroszország, aki el akar foglalni, területireg, magához akar csatolni más országoknak a szuverén területeit. Ne tévesszük össze, amikor az Egyesült Államok agressziót követel valahol, például Afganisztánba vagy Irakba, nem akarja elfoglalni azokat a területeket, és nem akarja az Egyesült Államokhoz csatolni, vagy megkérdőjelezhető és aljas gazdasági érdekek fűtik az Egyesült Államokat, ebben az esetben, vagy ideológiai és jóhiszemű demokráciai exportnak az ideológiája. Ebből a két okból szokott az Amerikai Egyesült Államok beavatkozni máshol. Ezeket a beavatkozásait érdemes megvizsgálni és kritizálni de Oroszország esetében, vagy Kína esetében nagyon nem erről van szó. Ők a kínai birodalomba, illetve az orosz birodalomba be akarnak olvasztani történelmileg hozzájuk tartozó területeket, legalábbis azokat a területeket, amikről ők úgy gondolják, hogy történelmileg hozzájuk tartozik. Ezeket nagyon ne keverjük össze, és nagyon fontos ezt így elválasztani egymástól. Oroszország esetében Déloszétia, Abázia, a Krím, Donbass, Luhansk megye, vagy vehetjük egész Ukrajnát, az területszerzési háború okán indított agresszió, melynek egy történelmi orosz birodalom visszaállítása a célja. Ha elolvassuk Vladimir Putyin 2021 nyarán írt cikkeit, történelmi tanulmányait, akkor abból világosan kivehető, és egyébként az azóta nyilvánosan elmondott beszédeiből is kristálytisztán kiviláglik az a kép, amit Putyin történelmileg lát és amelyen keresztül értelmezi a világot. Ő azt mondja, hogy Ukrajna sohasem létezett azt mondja, hogy ő hisz az országok szuverenitásában, de mivel Ukrajna az nem egy ország, történelmileg soha nem jött létre egy ilyen ország, hogy Ukrajna, ezért az Oroszországhoz tartozik és be kell olvasztani. Ugyanezt gondolja Belarusról is, amit ő nyilván fehér Oroszországnak gondol. Az egyik a kis oroszok, a másik ország pedig a fehér oroszok, amit egy egységes Oroszországban kell egyesíteni. Lukasenka ezt önként megtette, hogy oda csatolta, Belaruszt ugye Oroszországhoz, Zelenszky viszont ezt nem volt hajlandó megtenni, ezért kénytelen, kénytelen erőszakkal megtenni ezt Vladimir Putyin, hogy egyfajta történelmi igazságot szolgáltasson. Ugyanez érvényes Kína esetében, akik Tibettel kapcsolatban, Makaóval kapcsolatban, Hongkonggal kapcsolatban már megtették ezt a kínai birodalmi történelmi visszaállítást, mondhatni, hogy területi revíziót, restaurálták már ezeket a területeket, visszaintegrálták már ezeket a területeket a kínai birodalomba, és Tájván az egy Kína elv alapján még vissza van. És ezt négy-öt éven belül valószínűleg meg is kell húzniuk, mivel az amerikai katonai jelenlét a térségben már annyira egyértelmű, hogy erre később már nem biztos, hogy lesz lehetősége. Szóval itt ne keverjük össze Kuba és a Fülöp-szigetek esetében, hogy mit is csinált egyébként az Egyesült Államok 120 meg 130 évvel ezelőtt nem elfoglalta a Fülöp-szigeteket és Kubát, nem csatolta azokat az Egyesült Államokhoz. Ezt nagyon fontos megemlíteni, akármilyen ajasságot is csinált az Egyesült Államok a történelmi múltba kisebb ö, csendes óceáni szigeteket is, és ettől kezdve bizonyos elnökök, kulidzselnök alatt nem, de má, de az elnökök többsége alatt intervencionalista, tehát, ö, vagy internacionalista, ahogy ott az okay, Egyesült Államokban politikát folytat. Ebben Donald Trump kivétel, hát Donald Trump nem indít külföldi, háborút, az America In. First jegyében visszavonul a világban, felmond szerződéseket, szerződéseket, nem lép be egyezményekbe. Elég fontos egyezményekbe nem lép be viszont, mert ő nem hisz a klímaváltozásban, ő csak a Szaudarábiával, Kínával, Észak-Koreával való üzletelésben hisz, és már a kínaiban sem igazából. És egyáltalán az Egyesült Államok belrendjére igyekszik ö, fókuszálni. Ezt... Hát látjuk, hogy mekkora nagy belrendet hagyott maga után Donald Trump. Láthatjuk, hogy január 6-án miféle Kapitólium ostroma lett a végeredménye. A nagy-nagy Donald Trumpi rendteremtésnek ugye hat halottja lett a nagy rendteremtésnek, és a nagy uszításnak, hogy elcsalták a demokraták ugye azt a választást, amit ő, Donald Trump, és az ő establishmentje és intézményrendszere republikánus uralom alatt hoztak tető alá. Ugye Donald Trump és a republikánus establishment folytatta le a 2020-as választást, amely közben már kijelentette, hogy ha nem ő fog nyerni, akkor azt nyilván elcsalták teljesen nevetséges, tényleg ki tudja komolyan venni ezt, és akkor itt történelmi távlatokba hivatkozik erre Békés Márton, hogy micsoda békét hozott egyébként Donald Trump is, egyrészt a világban, másrészt pedig az Amerikai Egyesült Államok belrendjébe. Hát ez elképesztően nevetséges számomra, de hallgassuk tovább Békés Mártont. Joe Biden elnöksége alatt, ezt nem kell mondani, ez most már nem így van. Ebből a szempontból az, yeah. hogy a a Donald Trump visszavonul a világból, ez, ez egy száz éve nem látott, ez Én így van? szerintem üdítő praxist jelent, jelentős esemény. Utána mi következik? Kivonul, 20 év után az Egyesült Államok Afganisztánba 2021. augusztusában. Bol csapott papotot hagyva, mindannyian emlékeznek talán, hogy a, a dél-Vietnám elhagyásához hasonló jelenetek, az amerikai nagykövetség tetejénről az embereket helikopterrel kimentő... Igen, szörnyű képek ezek mind, és erről csak-csak csak Joe Biden tehet kizárólagosan. Nos, én nem gondolom, hogy ennyire elválasztólagosan el lehet különíteni a bizonyos elnököknek a ciklusait és a tevékenységeit. Nyilván ez egyfajta birodalmi, amerikai birodalmi logikába illeszkedik be, és ugyanezen sokat alakítanak az elnökök, de alapvetően ez egy kontinus folyamat, és több ezer diplomata, katona, intézménynek az összjátékából alakul ki egy politikai döntés és politikai döntések sorozata, Ezáltal egy történelem, és ez nem úgy működik, hogy ez az elnök ezt csinálta a másik után a szöges ellentétét, a harmadik meg akkor megint harmadik irányba megy. Ez nagyon nem így működik. Ezek ilyen kontinus folyamatok. Azért történt meg az afganisztáni kivonulás, mert előtte Donald Trump megegyezett a talibánnal. Ő készítette ezt az egész kivonulást elő. Előkészítette, megegyezett, majd az őt követő elnök ezt végrehajtotta. Ennyi a két establishmentnek, a két elnöki kabinetnek és a két elnök irányításának az együttes politikai folyamataiból alakult ki az, hogy ez végbe ment. Nem lehet tényleg ennyire egydimenziósan látni a világot, hogy a republikánus elnök az mindent jól csinált, a demokrata elnök meg mindent szarul. Nyilván mind a két elnöknek vannak jó húzásai, meg rossz húzásai, vannak jobb elnökök, vannak rosszabb elnökök, van aki egy konfliktusosabb világot hagy maga után, mint a másik, van, amelyik tudott enyhíteni a világ szenvedésein, mint a másik, és van olyan amerikai elnök, amely a szenvedéseket a világban csak megnövelte, mondjuk a háborúival, vagy pont azzal, hogy kivonta az alakulatait valahonnan. Ezek nem ennyire fekete-fehér dolgok, mint ahogyan mondjuk Békés Márton próbálja interpretálni, hogy a saját ideológiai meggyőződése szerint próbálja alakítani a a világ eseményeit, és e szerint magyarázni ugyanazt a tevékenységet, ha az egyik elnök végzi, az jó, ha a másik, az meg rossz. Ha Donald Trump vonja ki az alatkulatokat a világból, az jó, de ahogyan a Joe Biden vonta ki Afganisztánból az embertelen, és nézzük meg a szörnyű felvételeket, borzasztó dolog történt. Na, ez az, ahogy nem szabad szemlélni a világot, és szép, lassan, ahogy olvastam az eszét, békés Mártonnak kirajzolódott nekem, hogy hiába a végtelen műveltsége, hiába olvasott ő nagyon sok Hegelt, Fukuyamát, Robert Kegent, akárkit, filozófusokat, költőket, külpolitikai elemzőket, történészeket, mégis a sok-sok élményéből és tanulmányából, és a tudásanyagból, amit szerzett magának, Békés Márton nagyon óvatosan kiselegette azokat az elemeket, amelyek az ő világnézetét és politikai eszme rendszerét alátámasztják. Ha megnézzük, hogy Békés Márton egyébként kikre hivatkozik ebben az eszéjében, ez egy 15 oldalas eszé egyébként, amiről most is beszélnek, ez a világrendszerváltás. Akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag egyetlen egy történészre, egyetlen egy íróra építi fel ezt az egész világrendszerváltás és nyugat hanyatlása témát. Ki ez az egyetlen szerző, ki ez az egyetlen egy történész, akire gyakorlatilag az egész ideológiai eszmefuttatását futtatását felfűzi békés. Nézzük meg a hivatkozásokat csak a lap alján. Ha nézzük itt, a harmadik oldalon van két hivatkozás, itt Karl Marxra hivatkozik, ugye ez igazából csak filozófiai, nem történészi eszmefutatás, nyomán idézi be, és akkor itt van Schmidt Máriának egy tanulmánya az új világ született. Ugye ráhivatkozik? Oké, nézzük tovább. Következő hivatkozások, Békés Márton, ugye saját magára hivatkozik, nagyon ízlésesen, továbbá pedig Karl Schmittre hivatkozik, és Karl Schmittre. Carl azt érdemes tudni, hogy ő egy 20. század eleji fasiszta ideológus volt, aki a náci pártba is belépett egyébként 33-ban, és ő volt az a filozófus, történész, aki már az elsők között kritizálta a liberális világrendet, és ennek a felbomlását, illetve a hanyatlását jelezte már előre egészen a 20-as, 30-as évektől. Nézzük tovább, kikre hivatkozik itt ugye megint Hegelnek egy filozófiai eszmefuttatására, utána pedig egy általam nem ismert szerzőre hivatkozik, aki a liberális intézményrendszereknek az összeomlásáról írt. Nézzük tovább. Itt ugye megint Kársmitre, a híres náci ideológusra hivatkozik. Következő oldalakba ismét Kársmitre hivatkozik, utána Kársmitre hivatkozik, majd Kársmitre hivatkozik, és még egy kicsit Carl Schmittre hivatkozik. Nézzük tovább. A következő oldalon Mersheimerre hivatkozik, a híres orosz párti történészre egyébként, majd itt statisztikákra hivatkozik. Ezeket nem ismerem, fogalmam nincs. Kicsit később, ahogy nézzük a dolgozatot, megint Kársmitre hivatkozik, Smithre hivatkozik, aztán egy kicsit még Kársmitre, aztán a következő oldalakon Békés Márton újra Békés Mártonra hivatkozik, illetve olasz fasisztára, illetve nem tudom kire. Utána megint egy kicsit Kársmitre hivatkozik, aztán Kársmitre. És vége. Azt lehet mondani, hogy Békés Márton az egész érvelését és az egész Történészi megalapozottságát a tanulmányának, miszerint a világrendszerváltás fog elkövetkezni, és a liberális világrend felbomlóban van, egyetlen náci ideológusra vezeti vissza, aki 1933-ban belépett a náci pártba, és egyébként a liberális világrendnek a nagy-nagy ellensége volt. Hát most nagyon meglepődtünk tényleg. De ne ítéljük el a hivatkozások alapján, Békés Mártont olvassunk kicsit bele még a magába a tanulmányba. Érdemes egyébként az egészet végigolvasni, nem egy egyszerű olvasmány, nem is túl érdekes, nagyon-nagyon bonyolult, rengeteg szakmai kifejezést használ Békés Márton azért, hogy elfedje a tanulmányában lévő lyukakat, és hogy egy geopolitikában vagy történelemben nem túl jártas ember ezt így csak a szakkifejezések alapján beszopja, de érdemes akár értelmező kéziszótárral, vagy akár akármivel végignézni az egész szöveget, és megfigyelni benne azt az ideológiát, amit egyébként képvisel benne Békés Márton, ami egy végtelen keleti barát, vagy hát ilyen kelethez dörgölőző álláspont. Persze fantasztikus történeti áttekintésbe és rengeteg szakzsargomba csomagolva mindezt. Ilyen képek vannak egyébként a tanulmányban, fantasztikus. Leomlott már a szabadságszobor, bukás. Tényleg ennyire komoly képekkel van egyébként illusztrálva a tanulmány, hogy itt a szabadság szabadságszobrot kell nézni, ami egyébként a fantasztikusan Gagyi Cloverfield című filmből van kifényképezve. Ja igen, kapunk egy kis szótárat is az új világrendhez, és akkor ezekkel a szavakkal megbonyolítva Békés Márton azt hiszi, hogy majd beszopjuk a mondani valóját, amikor olyan kifejezéseket használ, hogy autarkia, etnopluralizmus, intervenció, multipoláris, nagy térelmélet, diplomáciai realizmusról beszél, téridegenségről, policentrikus világ, az új harmadik század nomosza, pluriverzum, nagy térrend, meg hasonló fassáokat mond, és azt hiszi, hogy majd ez alapján beszopjuk az egészet. Hát, nem feltétlenül. Na ez itt érdekes, itt van egy részlet, ezt szeretném felolvasni. Mi sem jellemzi jobban a nemzetközi politika és a belpolitikai berendezkedés szoros együttjárását, mint hogy a védelmezői a liberális világrendet nem csak a revizionista nagyhatalmaktól, Kína-Oroszország féltik, hanem egy illiberális fordulattól is. Páni félelmükben a kettőt rendre össze is keverik. Közös nevezőre hozva a multipoláris világrend kialakítását, ambícionáló kínai népköztársaság, konfuciánus kommunizmusát, a bevándorlás párti eurokrata elit uralmát megkérdőjelező nemzeti szuverenista pártokkal. Na itt azért tesz és Márton egy fontos distinkciót, hogy azért Orbán Viktornak az eurokrata elit uralmát megkérdőjelező nemzeti szuverenista politikáját nem ossuk össze, a revizionista nagyhatalmakkal. Szerintem sem mossuk össze, csak az intézményrendszerüket és az ideológiáját azért tegyük egymás mellé, és lássuk azt, hogy nagyon hasonló dolgot gondolnak a világról. Nyilván Magyarország nem egy revizionista nagyhatalom, hanem egy szövetségszédelgő, illiberális, félig meddig kiépített autokrácia. Ezt tényleg ne keverjük össze, a totálisan kiépített orosz autokráciával és a totálisan kiépített kínai diktatúrával, de azért a tendenciákat és a hasonlóságokat csak észre lehet venni, nem? Ez azt jelenti, hogy a jelenkorunk egy új időszakba való átkelés ideje. A liberális korszak aláhanyatlik, és egy posztliberális korszak virrad föl. Kisé ennél is előbbre tekintve pedig egyenesen egy nem liberális korszak szükségét jelzi, amely önálló referenciára akkor emelkedik majd, amikor saját nevet ad magának. Nemzetközileg a föld nagy terein alapuló több pólusú berendezkedésről van szó, államszervezési tekintetben pedig a helyi sajátosságoknak megfelelő közösségelvű megoldásokról, multipoláris berendezkedés nincs etnopluralista felfogás nélkül, és fordítva. Na ez a világi bullshit, amit itt előad Békés Márton, az csak arra szolgál, hogy elfedje azt, hogy nincs is igazából semmiféle ideológia nincs, nincs itt semmiféle gazdasági vagy, el vagy akármilyen más politikai elképzelés, csupán a jelenlegi világrendet szeretnék ezek az államok, hogy megdöntsék. Így vagy úgy. Itt nincsen gazdasági modell lefektetve, itt nincs közös ideológia lefektetve, itt nincs közös politikai nézetrendszer lefektetve csak egy nagy búlsítelés van a nagy terekről, az autartikáról, etnopluralizmusról, meg ilyen barom terminus technikusokról, amit ha lefordít az ember, igazából semmit nem jelentenek. Mit je Mi a francot jelent az, hogy nemzetközileg a föld nagy terein alapuló többpólusú berendezkedésről van szó, amit még ugye el se neveztek, és nem is tudják, hogy miről szól, de erről van szó, államszervezés. Tekintetben pedig a helyi sajátosságoknak megfelelő közösségelvű megoldásokról. Miféle közösségelvű megoldásokról beszélünk, amikor Kínát tekintjük egy világszervezési modellnek, vagy Oroszországot? Milyen, miféle közösségeknek az elveit tartjuk magunk előtt? Hát a Kremlnek a belső köreit tartjuk akkor egy közösségnek, aminek az elveit előtérbe helyezzük, vagy a kommunista párt főtitkári belső körét tartjuk egy olyan közösségnek, aminek az elveit ki kell tűzni a zászlóra, és akkor emmentén kell tényleg a világot megszervezni. Ekkora baromságot. Multipoláris berendezkedés nincs etnopluralista felfogás nélkül is fordítva? Kurva jó. Na itt folytatja békés, a nagyon hangzatos, a harmadik század nomosza című fejezetével, mindent összevetve. A legalább száz éves világhegemóniát célzó nemzetközi paradigma gyökerére helyezi most a fejszét, születőben van a Föld új nomosza ami Schmittnek a kifejezése a híres nácinak, amely jogpozitivizmus helyett területi elvet érvényesít, és szabad kereskedelem helyett geopolitikai összefüggéseket helyez előtérbe. Hogy ez a geopolitikai összefüggés, ez mit jelent, nem tudjuk. Az új nemzetközi rend a tér tagolásán és a benne lakók megszervezésén alapul, a hatalmat pedig globálisan, regionálisan és lokálisan is szétosztja. Ennek eredményeként alakulnak ki a gazdaság, földrajzi és katonapolitikai nagyterek, a regionális együttműködések és az adott nemzetek sajátosságainak megfelelő szuverén demokráciák szuverén demokráciák. Ez a világrend Oroszországra, Kínára, Indiára és Iránra fog épülni az alapján, amit Putyin, Xi Jinping és általában itt egyébként Békés Márton is megemlítve a Sánkhái Együttműködési Szervezeten fog alapulni. Vagyis ezek a regionális együttműködések és a nemzetek sajátosságai a megfelelő szuverén demokráciákra fog épülni. Ezek a szuverén demokráciák pedig a totál diktatórikus, kommunista, marxista, leninista Kína lesz, az ortodox, vallási, fundamentalista, autokratikus rezsim Oroszország, továbbá a hindu nacionalista India, és a szintén vallási fundamentalista iszlám teokrácia Irán. Ezt nevezzük úgy, hogy szuverén demokráciák. Így van az Orveli beszél szótár, és nem egy globális, liberális demokrácia fog uralkodni USA vezetésével, hanem regionális, a kis térségekbe befurakodó több nemzet állam érdeke, amelyet ezek a szuverén, önálló, független országok fognak békében és egyetértésben multipolárisan, multilateriálisan és nagy terek rendezésén alapulva irányítan innentől kezdve, és egy sokkal igazságosabb világhoz fogunk eljutni. Itt van az egész eszme, egy mondatba belesűrítve, az új világnak mindenestül új eszme, új törvény és új rend kell. Ezek pillérjei a következők. Pluriverzum és nagy térrend. Hmm, az kurva jó. Mindenki olvass el, hogy mit jelent ez a pluriverzum és a nagy térrend, de segítek, semmit nem jelent. Usa dögöljön meg, ennyit jelent nagyjából. Na nézzük tovább. Na és akkor itt vázolja fel békés az, hogy kik is lépnek a már-már gyakorlatilag leomlott világrendnek a helyére. A több pólusú világrend kialakításához elengedhetetlen nagyhatalmak címére már is akadnak jelentkezők. Itt van mindenek előtt a világ legnagyobb és világ legnépesebb országa, vagyis Oroszországi Föderáció és a Kínai Népköztársaság, amelyek az 50 faktor összesítéséből álló Global Firepower Index alapján szorosan az Egyesült Államok után következnek katonailag. Hát annyira nem szorosan, de valóban utánuk következnek. A verseny szellem történetileg is adott. Míg az Egyesült Államok az elmúlt három évtizedben a világ civilizációval vált egy lényegűvé, addig Oroszország az ezredforduló forduló óta állam civilizációként pozícionálja magát, Kína pedig egy évezredes civilizáció államaként működik. Nézzük őket külön-külön. Kína már több, mint egy regionális nagyhatalom, hiszen globális súlya, anélkül, hogy egyedi modelljét és sajátos fejlődését globális méretekben akarná tudná terjeszteni, megkérdőjelezhetetlen, nem túlzás tehát a világ új kvázi centrumának nevezni. Kína ma már a földkerekség a második legnagyobb gazdasága, sőt, vásárló erő paritáson számolva az első, 2017-es adatok szerint a világ népességének 18,4%-ával bírt, és egymaga a világ gdp ének 15%-át termelte meg. 2018-ban ipara a globális hozzáadott érték 28%-át produkálta, a külföldön befektetett állomány tekintetében pedig a második helyen végzett, így már a 150 ország tartozik neki összesen 1 trillió dollár értékben. Szóval itt második helyen van szinte mindenhol Kína, egyfajta mércét, ha nézünk, a szerint már első, és persze lehet úgy csúrni-csavarni a statisztikákat, hogy kijön Kína a második helyre, néhol az első helyre, de önmagában ez mi az Istent jelent? Semmit. Azon kívül, hogy a második legjelentősebb kereskedő a világon. Ez még nem jelenti azt, hogy átveszi a világrendet. Szövetségesek, nézetrendszer, ideológia, Politikai kapcsolatok és intézményrendszerek hiányában. És akkor a kultúráról és a művészetben, illetve a tudatiparban betöltött helyéről még nem is beszéltem. Itt még Békés Márton ír arról az orosz-kínai nyilatkozatról, amelyben az orosz-kínai nyilatkozat leszögezi azt is, hogy a politikai társadalmi berendezkedéstől, történelemtől, Hagyományoktól és kulturális sajátosságoktól függően minden népnek joga van megválasztani a demokrácia megvalósításának azt a formáját, amely megfelel az adott ország sajátosságának. A multipoláris felfogás demokráciából is sokfélét ismer el. Több pólus, több demokrácia. Úristen, micsoda korrupt dolog ezt mondani. Itt azt állítja Békés Márton, amit gyakorlatilag Donald Trump is állított az igazság utáni világról. Azt, hogy nincsenek már tények, hanem vannak tények, vannak alternatív tények, vannak a te tényeid, vannak az én tényeim. Ezek tények, tények, tények. Mindenkinek sajátos demokráciái vannak. Ugye Kína is csak egy sajátságos demokrácia, amely a politikai társadalmi berendezkedéstől annak történel, Től, hagyományaitól és kultúrájától függ, hogy a kínai demokrácia az jelenleg egy ilyen elnyomó, megfigyelő, munkatáborokat és börtönöket üzemeltető, megfigyelő és büntető állama. Ez egy sajátos demokrácia, amit el kell fogadni, ahogyan Oroszországnak is. A megfelelő történelmi hagyományokból és kulturális sajátosságokból adódóan is. Ez egyfajta ilyen, hát ilyen oroszos demokrácia, amit így el kell fogadni. Ennek megfelelően ugye Indiának is megvan egy ilyen nacionalista, egyébként rottó demokratikus, toleráns és egyébként szomszédokkal könnyen együttélő, sajátságos demokrácia, és hát Iránnak is megvan ez a. Hát ilyen vallásos storia, meg, meg ilyen perzsa demokrácia, ez is egy sajátságos demokrácia, de ebben a többpólusú újvilágrendben itt minden demokráciának megvan a helye. Itt megvan a teokráciának, a nacionalizmusnak, a diktatúrának és az autokráciának is, amely mind-mind csak egy másképp virágzó demokrácia igazából. Ma ez mind-mind ez más színben pompázó demokrácia, szó sincs itt semmi egyébről. Ki az, aki ezt beveszi? Na igen, és itt még azt hiszem ugyanezen az oldalon úgy folytatja Békés Márton, ugyanezt az elfogadáson és toleranciára épülő gondolatmenetét, hogy a Föld geopolitikai, geogazdasági, sőt geokulturális felosztása nem csak a nemzetközi hatalom újraelosztásához vezet, hanem az egyes nagy civilizációkhoz tartozó nagy hatalmak és nagy terek, régiók és egyes államok sajátosságainak megfelelő fel elődési utak tiszteletben tartásához, valamint mindezek békés együttműködéséhez is. Alátámasztva az előző érvelését, mi szerint itt száz számra tudnak virágozni a különböző demokráciák. Az orosz demokráciák, a kínai demokráciák, az indiai demokráciák és az iráni demokráciák, a posztszovjet demokráciák és akit még el akarunk ide képzelni, bárkit, aki hajlandó nekünk segíteni az amerikai és nyugati világrendet lebontani. Bárkit beveszünk a klubba rövid távon, az, hogy mi lesz utána, az tök mindegy, itt együtt fog legelni a hindu nacionalista, együtt fog legelni a kínai kommunista diktátor, és együtt fog legelni egy réten az orosz cár, egy ilyen szép bibliai képben és nem fogják egymást bántani, mivel szelíd növényevő lesz minden ragadozó mostantól kezdve. A modern ipari államokat nagyobb gazdasági, vagyis integrál termelési, kereskedelmi, fogyasztási terekbe kell szervezni. Großraumwirtschaft! Hiszen a technológiai infrastruktúrális fölépítmény túlnőtt a állami kereteken. Még két gyors gondolatot hadd idézzek, ebből a csodálatos eszéből mind a kettő Carl Schmidt köpönyegéből bújt ki, amelyet Békés Márton újra csomagolt, az egyik az az, hogy a gazdaságilag megszervezett nagy térségekből az alternatív multipoláris világrend elképzelései kásmit jutott el, amikor elsőként 1939-ben a veszfáliai rend széthullása után a nemzetközi jogot a nagy terek önállóságának elismerésére javasolt alapítani, mint jelenkorunk konkrét történelmi politikai fogalmára, amely nem állami, hanem technológiai, ipari gazdasági és szerveződési területre vonatkozik. Így ebben a nemzeti függetlenség nemcsak, hogy nem vész el, de egyenesen tiltja a téridegen hatalmak intervencióját. Nos, ez volt az az ideológia, ami egyébként megképezte alapvetően a német Lebensraum elméletet. Ugye ez volt az az elmélet, amely nagyban megkövetelte azt, hogy Németországnak mindenki vegye figyelembe, az életterének szükséges nagy tereket, és azt, hogy ezt a nagy teret a saját szuverén független igényei szerint rendezhesse újra. Emellett viszont megtiltja azt, hogy a német Lebensraumon kívüli hatalmak téridegenül interveniáljanak ebbe a Lebensraum elméletbe, vagyis minden ilyen hihetetlenül szuverenista állam abba a csapdába esik bele, hogy az ő revizionista vagy térrendezési elvét mindenki tartsa tiszteletbe, de azzal, hogy ő ezt kijelenti, mindjárt nem tartja tiszteletbe a többiekét. És az eszének a záró gondolata pedig szintén Karl Schmidt, fasiszta filozófusnak a tollából, illetve az ideológiai megtermékenyítése során Békés Márton az alábit szülte meg. Kársmit a föld eljövendő nomoszáról, azaz felosztásának törvényéről háromféle forgatókönyvet fogalmazott meg 1955-ben. Ekkor úgy látta, hogy egy, vagy a két szemben álló fél, valamelyik egy győz, és elvei mentén egyesíti a világot. Egyetlen szuverén világhatalom lesz. Nos, ez úgy gondolom, hogy több milliárd ember esetében nem tud megvalósulni. Ez nem is történt meg, és a jövőben sem fog tudni megtörténni. Kettő. Vagy visszaáll az erők régi egyensúlya, de mégiscsak egy valaki lesz első, az egyenlők között egy szuperhatalom gyakorol hegemóniát. Azt gondolom, hogy a Pax Amerikánával pontosan ez fogalmazódik meg, de kársmit szerint van egy harmadik lehetőség is. Új egyensúly alakul ki, több független nagy tér vagy blokk között, amelyek külsőleg különböznek egymástól, de belül homogének. Az első verziót láttuk bekövetkezni, én ezt nem gondolom, és kísérletét is a világ hegemónia megteremtésére a második lehetőség ennek kudarca nyomán bontakozhatott ki ha marad rá erő, a harmadik út viszont nem más, mint a harmadik század forgatókönyve, ami majd új eget és új földet teremt. Idéz itt Békés Márton a jelenések könyvéből. Itt azért csodálatos keresztény konzervatív nézetek vannak egyesítve egyetlen bekezdésbe, egyetlen konkludáló gondolatmenetbe, egészen a náci-fasiszta történésztől a Bibliáig. Hát ez csodaszép. És akkor egy pillanatra ugorjunk vissza még az interjúra. Pa. Világszerte érezhető, bár inkább a harmadik világban érezhető békevágyat ö, felül ö, tudja írni. Olyannyira, hogy a harmadik világ egy részén, Afrikában különösen már nem békevágy van, hanem orosz barátság van. Ez így van, ott nagyon komolyan működik az orosz propaganda. Ugye elsősorban az Amerika ellenes tapasztalatokra építve... Az orosz propaganda nagyon komolyan Ázsiába, Afrikába és Latin-Amerikába is viszi a propagandáját, és próbálja elültetni olyan talajba az orosz propagandát, ahol ugye az Amerikai Egyesült Államok már felszántotta a földet. Erre nagyon komoly orosz törekvések vannak, ez így van? Oroszország és Kína kapcsolatai erősödnek. Ehhez az orosz-kínai tengelyhez közeledik a maga lépteivel Latin Amerika egy része, Közép-Afrika. Igen? a BRICS országok, csodás országok, részben azok is... India, és egészben Irán. A hihetetlenül demokratikus India, és a fantasztikus demokrácia Irán, így van. Valamint Arábia És a csodás Arábia, ahol nagykövetségeken a szaudi herceg utasítására darabolnak fel részel újságírókat. Igen, ilyen, ilyen országok közelednek ehhez a nagy multipoláris rendhez. Pontosan. Megváltotta a háború egy éve alatt, annyi történt, hogy jelen pillanatban Ukrajna területének 18%-a orosz kézben van. Ukrajna demográfiai vereséget szenvedett már most, civil lakossága szenved, polgári infrastruktúrájának 40%-a oda lett, gyártókapacitásának vége van, és egy eladósodott ország, amelynek termőföldjeit is ö, áruba bocsátják. A mostani világ a sok szempontból fragmentálódik, töredezik, ez ö, ennek azért valamennyire örülhetünk, nem? Hogy, hogy hát, nem, nem feltétlenül. Össze a világ egy olyan ö, egységes, szörnyi, amit szintén a Bibliában, János Apostol élnések könyvében oh, azért valamilyen módon előrejelez. Érdemes arra figyelnünk, hogyha úgy tetszik annak rukkolnunk, hogy legyen ez a világ azért minél inkább ilyen sokpólusú. Vallási, sőt, bibliai alapon, te teológiailag fogtad meg a, ezt a dolgot, és akinek van hite, annak azt gondolom, hogy talán könnyebb ez, mert valóban a, a, bibliában az emberi természet, sőt egy kicsit tovább megyek, tehát ontológia, tehát a lépt alapszerkezete, az le van írva a szentírásba. Keresztények így gondolják, én is, én is így gondolom. Minden civilizáció, vagy szekularizáltam, vagy szerencsésebb esetben nem szekularizáltam, vallási eredőre megy vissza. Ja, a Fidesz Tehát ez tudomásunk elvenni, Hogy ebből ne vallásháború, igen. ne hitháború legyen, hanem valamiféle a magyar gondolkodásban egyébként meglévő mellérendelés. Ugye? Ja. Élni és élni hagyni. Fidesz az élni hagyni. Igen. Világszerkezet Elvésadja jöjjön mindig. létre. Ebbe a többpólusú világ, ami nem egyenárammosított, nagy terekben, nagy civilizációk hatókörében él, az, az szerintem egy, egy jobb életlehetőséget, vagy jobb életkilátást tud biztosítani. Ne hitháború legyen, hanem valamiféle a magyar gondolkodásban egyébként meglévő, mellé is, ugye? élni és élni hagyni, na, na, ölni Tétusú és ölni világ hagyni, ugye, világ Kína, Oroszország. Ebben a többpólusú világ, ami nem egyenáramosított, nagy terekben, nagy terek, nagy nagy nagyon jó ható ható nagy körében él, az, az szerintem na, Isten, egy, egy a jobb élet vagy jobb életkilátást uh, tud biztosítani, mint az egypólusú globalizált uh, nyitott társadalom uh, alapú uh, tegyük hozzá istentelen Bum, elképzelés. Isten, tökéletes végszó. Békés Márton, köszönjük szépen. Itt a nyitott társadalmak, zárt, globalista, tényleg internacionalista, zsidó, buzi civilizációja, ami ateista és istentelen nyilvánvalóan, az sokkal rosszabb életkörülményeket mutat, mint a százrétű demokráciát és a vallási teokrácián, vallási rezsimeken, illetve ateista, kommunista Kína. Hát köszönjük szépen. Tényleg itt, ha valaki végig gondolja ezeket a dolgokat, amiket a Békés Márton mond, és esetleg ne talántán elolvassa ezt a 15 oldalas eszét, és sikerül neki a nagyon komplex térrend elméletből és pluriverzumokból és etnopluralista világnézetből kihámoznia azt, hogy ők valójában csak ezt a világrendet szeretnék bukni látni, és ennek a helyére állítani a különféle autokratikus és diktatórikus berendezkedéseket. Én nem értem, hogy nyugati emberként hogy lehet ezt várni, hogy lehet erre bazírozni, de úgy látszik ez is egy elmélet, és annyira kiábrándultak az emberek a nyugati típusú liberális demokráciákból, hogy ahelyett, hogy megfelelő, Kritikával illetnék egyébként az antidemokratikusan működő liberális demokráciát, ahelyett beállnak az emberek az autokratikus működés mellé, és inkább azt propagálják, és ideológiailag azt támogatják. Miért? Azért, mert sikerült a nyugati társadalmainkat megosztani egy hamis törésvonal mentén. Vók, antivók, konzervatív-liberális, Hagyományőrző, illetve felforgató, progresszív ideológiák, ahelyett, hogy észrevennénk, hogy ezeknek a törésvonalaknak a két oldalán egyébként ideológiailag és emberjogilag ugyanolyan gondolatiságú emberek állnak, és ez mesterségesen lett ez az ég közéjük ütve, nem pedig organikusan alakult ez ki aki nagyban propagálja a nyugatnak a bukását, az mutasson már nekem olyan kimutatásokat, olyan statisztikákat, olyan történészeket, olyan elemzőket, akik ezt egy több összetevős mátrixban tényleg ki tudják mutatni, és utána mutatnak egy olyan rendszert is, amit ennek a helyébe lehet állítani. Egy nyitott vagyok mindenre, ezért is olvasok el, és nézek meg ilyen interjúkat, amelyek az én előfeltevéseim és eddigi tudásommal ellentétes premiszával mutatkoznak meg, de eddig még nem sikerült meggyőznie se Oswald Spenglernek, se Karl Schmidtnek, se Békés Mártonnak, se Orbán Viktornak arról, hogy valójában hanyatlik a nyugat, és valójában az unipoláris világrend felbomlóban van. Persze most ostromolják ezt a világrendet orosz oldalról, és kérdéses, hogy Kína, Irán és a többiek milyen mértékben fognak ebbe a dekonstrukcióba bevonódni, ha teljes erővel mindannyian bevonódnának, ténylegesen megkérdőjeleződhetne ez a világrend és lebontható lenne. Az, hogy mi lenne ennek a világrendnek a helyén, valami olyasmiként tudom elképzelni, mint ami a második világháború környékén volt Európában. Az ideológiák harca, a regionális, közép és nagy hatalmak, hihetetlenül brutális népírtásai, ideológiai háborúi, egy harmadik világháború. Nézzük meg, hogy mi volt a római birodalom előtt Európában, és mi volt utána. Nézzük meg, hogy az unipoláris Pax Americana előtt mi volt Európában, és azáltal el tudjuk képzelni, hogy mi lehet utána a helyén. Sorry, Seriously, can I give you some fucking fruit juice or coke? I'd love some fucking fruit juice az új világrend nomosza policentrikus világ ugye élni és élni hagyni oh, ölni és ölni, és ölni hagyni multipoláris berendezkedés nincs etnopluralista felfogás nélkül is fordítva kurva jó grasram wirtschaft